Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. 73. kormányinfó. Két technikai dologgal hadd kezdjem. A 74. lesz idén az utolsó, azaz a jövő héten még találkozunk, és picit formabontással hadd jelezzem előre, hogy valószínűleg szerdán 13:30-kor. Ennek az okairól majd akkor beszélünk, illetve a mai napon 3:44-kor be kell fejeznünk, mert miniszter úrnak programja van, úgyhogy engedem is, hogy elmondja az ilyenkor szokásos általános tájékoztatóját, majd pedig válaszolunk a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a sajtó becses munkatársait, és azokat is, akik a rádiót hallgatva vagy a televíziót nézve követik a mai immár sokadik kormányinfót. Valóban jövő szerdán kormányülés közben szeretnénk egy záró, idei évzáró kormányinfót tartani, várhatóan szerd délután. Erről majd tájékoztatni fogjuk önöket és a nyilvánosságot is. A héten egy kétnapos kormányülés után vagyunk. Jövő héten, kedden a stratégia és a gazdasági kabinet ülésezik, szerdán kormányülés lesz, ahogy az előbb említettem is. Jövő hét csütörtök pénteken pedig Brüsszelben az Európai Tanács végzi decemberi soros munkáját. Ez bőségesen adott teendőt a mögöttünk hagyott kormányülésnek és az előttünk állónak is. Erről nagyon röviden szeretnék beszámolni önöknek. Miniszterelnök úr ma tartott már egy sajtótájékoztatót, ha jól fogalmazok, Szatmár Németiben, ahol újságírói kérdésekre is válaszolt, és azt követően beszéltünk egymással, és arra kért, hogy különösen hangsúlyozzam, hogy a jövő heti európai tanácsi ülés kulcsfontosságú lesz a bevándorlás kérdésében. Lényegében a kormányülésen más napirendi pontok mellett ez volt az egyik fontos megbeszélnivalónk, hogy mi a magyar stratégia, mi a magyar pozíció a bevándorlás aktuális kérdéseit illetően. Az teljesen világos, hogy Magyarország szorításban van. Magyarországot sarokba akarják szorítani a jövő héten Brüsszelben. Ennek az előkészületei zajlanak ezekben az órákban és a következő napokban is. Az Európai Bizottság néhány nagy országgal közösen elszánta magát arra, hogy a jövő héten két kérdésben áttörést próbál elérni az Európai Tanács ülésén. Egy új fogalom jelent meg az európai előkészítő dokumentumokban, ez a kötelező szétosztás szava. Tehát az Európai Bizottság és néhány nagy tagország, köztük például Németország, arra szánta el magát, hogy a jövő héten és a következő hetekben kötelező szétosztásról kényszerít ki döntést az Európai Tanácstól és az Európai Döntéshozatali Rendszerből. A másik dolog, ami szintén megjelent az európai dokumentumokban és vita bontakozott ki róla, ez a kötelező szolidaritásnak a kérdésköre. A magyar álláspont ezekben a kérdésekben teljesen világos. A miniszterelnök úr arra kérte a munkatársainkat, hogy a következő napokban az előkészítő megbeszélések során ezt képviseljék, és ő is erre készül a jövő heti Európai Tanács ülésén. Ezt úgy lehet leírni, hogy Magyarország semmilyen formában sem tudja elfogadni a kötelező betelepítést, vagy nevezzük kötelező szétosztásnak, ahogy újabban hívja az Európai Unió és az Európai Bizottság döntés előkészítő apparátusa. Nem létezik olyan politikai ajánlat, egyességi kísérlet, amely létrehozhatja a kötelező szétosztást, vagy a kötelező betelepítést. Tekintettel arra, hogy a kormány kezét köti 3.300.000 ember népszavazáson leadott álláspontja, az országgyűlés határozatai, illetve döntései, valamint az Alkotmánybíróság döntése is, és ne feledkezzünk meg arról a 2500 önkormányzatról, ahol a képviselőtestületek elsöprő többséggel, nagyon sok esetben teljesen egyhangulag fejezték ki álláspontjukat, hogy ők nem hajlandók senkit sem befogadni azok közül, akiket Magyarországra akarnak telepíteni, vagy Magyarországon akarnak szétosztani. Tehát a magyar kormánynak nincs lehetősége arra, szándéka sincs, és lehetősége sincs arra, hogy a kötelező szétosztást, a kötelező betelepítést jóvá hagyja. Arról van szó, hogy az Európai Unió javaslata az az, hogy a ma az Európában tartózkodókat egy automatikus eljárás keretében, egy automatizmus létrehozásával a tagországok között osszák szét, és a jövőre is ez legyen a probléma megoldása. Mi ezzel a magyar kormány gondja? A magyar kormány álláspontja az, hogy ezeket az embereket nem szabad az Európai Unióba beengedni. Akik pedig bent vannak, azokat nem szétosztani kell, hanem összegyűjteni, kivinni őket az Európai Unió határán kívülre, és ott lefolytatni velük szemben, vagy az ő kérésükre azokat a bevándorlással kapcsolatos eljárásokat, amelyek az Európai Unió területén hatályosak. Tehát
áthidalhatatlannak tűnő ellentét feszül a magyar javaslat, a magyar álláspont és a szlovák elnökség által megfogalmazott javaslat és álláspont között. Mi magyarok nem megszervezni, hanem megállítani akarjuk a bevándorlást, az Európai Bizottság meg akarja szervezni a bevándorlást, automatikus kötelező szétosztási rendszert akar létrehozni, és kötelező szolidaritást akar működtetni és létrehozni. Ez meggyőződésünk szerint elfogadhatatlan és vállalhatatlan, az előbb említett okoknál fogva is. A magyar álláspont tehát teljesen világos, mi az uniós határvédelmet tartjuk fontosnak, tehát a határokon nem beengedni, hanem megállítani kell ezeket az embereket, majd a határokon kívül lefolytatni azokat az eljárásokat, amelyeket kezdeményeznek, vagy amelyeket az Európai Unió szeretne velük kapcsolatban lefolytatni. Ami pedig a szolidaritást illeti, az a magyar kormány további javaslata, hogy a szolidaritást minden nemzet saját identitásához és kultúrájához kell illeszteni. Magyarország már több mint 150 milliárd forintot effektív elköltött a határvédelemre, az Európai Unió határvédelmére. Ezt kell lényegében figyelembe venni és beszámítani, amikor magyar szolidaritásról beszélünk. A kormány ezt részletesen megtárgyalta a kihelyezett keddi ülésnapon. Áttekintettük az ezzel kapcsolatos kockázatokat, lehetőségeket, és ma, holnap és a következő hét elején arra törekszünk, hogy a kötelező szétosztás helyett egy önkéntes mechanizmus jöjjön létre, amelynek az a lényege, hogy az Európai Unió határain kívül lefolytatott eljárások után mindenki saját igénye szerint fogad be, és saját lehetőségei szerint hív be bevándorlókat az országa területére. Az Alkotmánybíróság álláspontjáról az elmúlt héten világosan beszéltem, és körvonalaztam azt, hogy a kormányt ez hogyan és milyen módon köti. Egyértelmű, hogy a szuverenitást lényegében érintő kérdésről beszélünk, identitás kérdésről, szuverenitás kérdésről beszélünk, amikor szétosztásról vagy kötelező betelepítésről beszélünk. Ez lehetetlenné teszi, hogy a kormány a Magyarország ebben részt tudjon vállalni. A jövő héten szerdán a kormányülésnek is ez lesz a főnapi rendi pontja természetesen, tehát úgy tűnik, hogy a migránspárti erők egy újabb atakot indítanak annak érdekében, hogy az európai bevándorlást megszervezzék, jól menedzseljék, ahogy ők angolul mondják. Ezzel szemben a magyar kormánynak arra kell szerdán fölkészülni és a miniszterelnök számára a szükséges támogatást megadni, hogy Magyarország szövetségesekkel vagy akár támogatók hiányában is tartson ki. Természetesen ismerjük azokat a belpolitikai folyamatokat, amelyek például Németországban zajlanak, ismerjük azokat a nyilatkozatokat, amelyeket német vezető politikusok tesznek a bevándorlással kapcsolatban, meg kell állítani az illegális migrációt, stb. Stb. De az is ismert, hogy a német kancellár egyértelmű nyilatkozatot tett a szétosztást mellett, amikor azt mondta, hogy tovább kell dolgozni a menekültek tagállamok közötti elosztásán. Ez ismeretes a német köztelevíziónak adott interjú tekintetében. A kormányülésen nem csak erről beszéltünk, hanem más kérdések is előkerültek. Erről is szeretnék egy rövid tájékoztatást adni önöknek. Mégpedig megvitattuk a jó állam jelentést, amelyet második alkalommal készített el a Közszolgálati Egyetem, azzal a céllal, hogy megpróbálja nemzetközi kutatóintézetekhez hasonlóan úgy fölfogni és értelmezni a kormány teljesítményét, hogy annak mérése is lehetségesé váljon. A Jó Állam jelentésén több tucat kutató dolgozott. A Jó Állam fogalom természetesen már önmagában vitakeltő és vitaindító, hogy egy állam lehet-e jó. Vannak olyan liberális felfogások, amelyek szerint ez abszolút lehetetlen, de mi annak a nyugat-európai államtudományi felfogásnak a jegyében fogadtuk ezt a jelentést, és vitattuk meg, hogy az államnak az a törekvése, hogy jó szolgáltató állam legyen. Erről szólt lényegében ez az előterjesztés is, ezt a Közszolgálati Egyetem készítette el. Ez a jó állam jelentés egy vaskos, több száz oldalas kötet, a hazai és nemzetközi hozzáférhető adatok feldolgozása és értelmezése került ebbe bele. Ebből kiemeltünk néhány kérdést, amit alaposan megvitattunk, ez pedig a magyarországi versenyképességi folyamatoknak az adatai. Itt az összes rendelkezésre álló nemzetközi kutatóintézeti adatot feldolgozta a Közszolgálati Egyetem, és magyarországi vállalkozások megkérdezésével is próbálunk egy olyan tanúságot levonni,
amely nem csak a nemzetközi adatokat, hanem a hazai tapasztalatokat is figyelembe veszi, mitől lehet Magyarország versenyképesebb. Különösképpen odafigyelünk erre azért, mert a régióban a gazdasági eredményeink ellenére a nemzetközi versenyképességi besorolásunk nem javult. Az meggyőződésünk szerint egy nonsens, hogy egy jelentősen növekedő GDP, egy erős gazdasági növekedés ellenére ne javult volna Magyarország gazdasági versenyképessége, de körbejártuk ezt a témát alaposan, megvizsgáltuk a bürokrácia oldaláról, az adóbürokrácia oldaláról, megvizsgáltuk az oktatás kérdéseit, a szakképzés kérdését, ennek kapcsán megvizsgáltuk az innováció, kutatásfejlesztés kérdését, hiszen a nemzetközi kutatóintézetek kritikusak ebből a szempontból Magyarországgal, azzal vádolják a magyarországi vállalkozásokat a kutatóintézetek, hogy nem elég innovatívak, keveset fordítanak K+F-re, kevesen tudnak a nemzetközi versenyben megkapaszkodni közülük. Külön megvizsgálta a kormány a KKV, a magyarországi KKV-k helyzetét, szerepét, gazdasági lehetőségeit, és természetesen támogathatóságukat, életképességüket is a magyarországi vállalkozások számát is megnéztük nemzetközi összehasonlításban. Tehát ez részben volt egy V4-es kitekintés, ami vonatkozott Csehországra, Szlovákiára, Lengyelországra, részben volt egy Európai Uniós kitekintés és egy nemzetközi mintavétel is. Külön foglalkozott a nemzetgazdasági miniszter hozzászólása alapján, illetve hát korreferátuma alapján a jelentés az adóbürokrácia kérdésével. Itt az adóbürokráciában az elektronikus ügyintézés lehetősége és azok a reformok, amelyeket az adóhatóság január 1-ével kíván bevezetni, érdemi hatást fognak kiváltani meggyőződésünk szerint. És ha már a jó állam jelentésről beszéltünk, és annak a versenyképességi jelentését külön megtárgyaltuk, egyébként ezek publikálásra kerülő dokumentumok, amelyek hozzáférhetőek lesznek, mindenki által tanulmányozhatóak és olvashatóak. Az Államreform Bizottság több olvasatban is tárgyalt őket. Megvizsgáltuk azt is, hogy mit írnak a legutóbbi jelentések a magyar oktatás teljesítményéről. Mint ismeretes, nem csak a PISA jelentés, hanem még más jelentések is napvilágot láttak a magyar oktatási rendszer teljesítményét illetően. Ebből a szempontból a kormányülés fontos döntést hozott, hiszen arra kérte Balogh Zoltán miniszter urat, hogy kezdeményezzen egy egyeztető megbeszélést, egy tárgyalást, elsősorban a pedagógusok érdekképviseletével, tekintettel arra, hogy itt már nem formai, fönntartói, finanszírozói kérdésekről van szó, hanem tartalmi kérdésekről van szó, és nem az oktatási államtitkár ül a padban, és nem az oktatási államtitkár tölti ki a teszteket, és nem is ő tanítja a gyerekeket, tehát el kell kezdenünk a keretek megteremtésén túl és a források növelésén túl azzal is foglalkozni, hogy mi az oktatás tartalma. Ezzel hosszan foglalkoztunk, egy félnapos beszélgetést folytattunk erről. Itt arra gondolok, hogy az Európai Unió legutóbbi jelentése szerint Magyarországon az Európai Unió átlagánál többet költ a kormány oktatásra. Az elmúlt 3 esztendőben jelentősen növeltük az oktatásra fordított költségek arányát. Tehát ma már arról beszélni, hogy az EU átlagát pénzben ne érnénk el, nem lehet. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy a magyar kormány, a magyar adófizetők az Európai Unió átlagánál többet költenek oktatásra. És az is teljesen világos, hogy a szakszervezetekkel való megállapodás alapján pont most január 1-ével tisztáztuk és rendeztük azt, hogy milyen fönntartói keretek között üzemeltetjük az iskolákat. A jelentések egyébként világosan leírják, hogy az üzemeltetés vagy a finanszírozás 80%-ban nem befolyásolja az oktatás tartalmát és az oktatás eredményeit, hiszen azon múlik, hogy mit tanítanak, és azon múlik, hogy mit tanulnak meg a diákok. Itt természetesen fölmerülnek módszertani kérdések is. Palkovics László államtitkár kollégám részletesen tájékoztatta a szakmai és érdeklődő közvéleményt arról, hogy a most kitöltött tesztek kitöltésének módja, illetve az a tartalmi irány a természettudományok területén, amelyeket figyelembe vettek és megkérdeztek, azok milyen speciális összefüggéseket tartalmaznak. Többféle vizsgálat és kutatás van. Az egyik azt mondja, hogy a magyar diákok felkészültsége, tudása, fölhalmozott tudása nemzetközi szinten teljesen versenyképes. A másiknak pedig az a tanulsága, hogy amikor ezt alkalmazni kell, az alkalmazás tekintetében vannak kihívások és nehézségek. Azt szeretnénk, hogyha az oktatási kerekasztal, a pedagógus és fönntartói közösség megvitatná ezeket az eredményeket. Tehát a kormány nem lesöpri ezeket az eredményeket az asztalról, hanem azt kérjük Balogh Zoltán miniszter úrtól, hogy kezdődjön meg a tárca közvetítésével egy egyeztetés arról, hogy az oktatás tartalmán vagy módszertanén mit kell változtatni. Ez érintheti a pedagógus képzésnek a kérdését, érintheti azt, hogy mit tanítanak, és érintheti azt, hogy hogyan tanítanak.
Természetesen a legjobb mindig a kormányt szidni a pedagógusok részéről, a fönntartói struktúra és a fizetés arányát illetően. A kormány, amiért felelős volt, azért el is vitte mindig a balhét. Azonban a pedagógusok teljesítménye okán, vagy hogy a diákok mit tesznek le az asztalra, a kormány csak a kereteket tudja megteremteni, ezeket a kereteket pedig megteremtettük. Most az érdemi tartalmi munkára kell, hogy sor kerüljön, ezért van szükség egyeztetésekre. A közép-európai átlag egyébként hasonló, Csehország és Szlovákia hasonlóan teljesít Magyarországhoz. Kiugróan javult a lengyel oktatási rendszernek a teljesítménye az elmúlt 3 évben végrehajtott nem formai, fönntartói, bérezési, hanem alapvetően tartalmi változások és reformok miatt. Nekünk az az álláspontunk, hogy az iskola, különösképpen azt, hogy a matematikát hogyan tanítják, és hogy a matematikából mit kell megtanulni, az nem politikai kérdés. Ezért szeretnénk egy értelmes szakmai párbeszédhez hozzájárulni szervezőként, moderátorként, közvetítőként, mert azt szeretnénk, hogyha a pedagógus szakma és a pedagógus társadalom részese lehetne ennek a változásnak. A 15 éves gyerekek teljesítményét mérték, az országban 5600 gyerek került mérésre. Minden pedagógusnak ismerjük a teljesítményét a tesztlapok alapján, illetve a kitöltött, elektronikusan, digitálisan kitöltött nyomtatványok alapján, és ismerjük a gyerekek teljesítményét is. Tulajdonképpen az alsóbb osztályokban végzett kompetencia mérések alapján osztályra pontosan meg tudjuk mondani, hogy melyik gyerek hogyan teljesít, melyik pedagógus hogyan teljesít. Mi nem a pedagógusokon szeretnénk számon kérni ezt az eredményt, de be kell látnunk, hogy le kell ülni, és erről beszélni kell. Ez nem az az eredmény, ami mellett el lehet lépni, tehát a pedagógus társadalomnak részt kell vennie ebben a munkában, tekintettel arra, hogy az eredmény döntő mértékben róluk szól. Ezért a kormány azzal bízta meg Balogh Zoltán miniszterurat, hogy legyen szíves, szervezzen egy olyan szakmai fórumot, egy olyan szakmai kerekasztalt, ahol ennek a folyamatnak az értékelése zajlik. Ugye ez egy nagyon lényeges kérdés, tekintettel arra, hogy Magyarország fő kérdése a következő években például versenyképességi szempontból a magyar munkaerő teljesítő képessége és a magyar munkaerő eredményessége. Az, hogy a magyar munkaerő milyen lesz, az pedig azon múlik, hogy milyen az oktatás, hogyan van összekapcsolva az alsófokú oktatási intézmény a középfokúval, a középfokú hogyan követi a felsőoktatási intézmény, és a felsőoktatási intézmények hogyan szolgálják ki a munkaerőpiacot. Ezt alaposan körbejártuk, és támogattuk Balogh Zoltán miniszter úrnak és Palkovics államtitkár úrnak a kezdeményezéseit, mint ismeretes, a Nemzeti Alaptanterv vitája jelen pillanatban zajlik, illetve a szakmai előkészítő munka most folyik, és januárban kezdődik meg tudomásom szerint az első alapos társadalmi vita. Ez kiváló alkalom arra, hogy erről a kérdésről is szó essen. A decemberi menetrend szerint december 12-én fejezi be az országgyűlés a őszi ülésszakot. Itt kerülnek sorra azok a törvényjavaslatok, amelyek folyamatban vannak. Ezek közül kiemelnék 2. Az egyik az állami rezsicsökkentés, amely 1,6 milliárd forintot hagy jövőre a választópolgároknál. Egyébként jegyzem meg, hogy a versenyképességi jelentésekben a bürokrácia csökkenését valóban visszaigazolják ezek a dokumentumok. Részben azzal, hogy olcsóbb lesz az ügyek intézése, részben azzal, hogy egyablakos ügyintézés és egyre nagyobb arányban elektronikus ügyintézés zajlik. Általában Magyarországnak versenyképességi hátrányt jelent az is, ami ma az iskolai fölmérésekből kiderült. A digitális képesség az nagy hiányokban szenved Magyarországon. Arra gondolok, hogy a vállalkozások digitális képessége, az állam digitális ügyintézési képessége, az iskolák digitális megfelelése, a tudás gyakorlati felhasználása kapcsán a digitalizáció és a digitális technikák alkalmazása, az komoly handicappel küzd. Láttam egy tanulmányt, talán Zoltán vissza tudod igazolni, hogy 78%-os a lefedettsége az iskoláknak a digitalizáció szempontjából, nem 100%-os, ami egy komoly kihívás, hogyan tudnának egy digitális értékelési rendszerben helytállni azok az iskolák, ahol nincs is megfelelő elérhetőség vagy felhasználási képesség. Tehát a magyar gazdaság és a magyar társadalom számára a digitalizációs képesség az egy probléma a jelenlegi állapotában, ezen a kormánynak változtatnia kell, ezért tűztük ki
a lakossági elérhetőség 100%-os lefedettséget 2018-ra, 2020 az Európai Uniós cél, ezért kell az iskolákban a digitális képességet fejleszteni, és ezért kell a gazdaságban is a digitális képességet fejleszteni, és ezért kell a bürokráciában is a digitális képességet fejleszteni. Folyamatosan nő azoknak az ügyfeleknek a száma egyébként, akik igénybe veszik az elektronikus ügyintézést, ügyfélkapu belépéssel rendelkeznek. Körülbelül 100 ügyből ma már 20-at elektronikusan intéznek az ügyfelek Magyarországon. Az ideális az lenne, az 70-80 lenne, de ettől még néhány évre járunk. Ez 2-3 évvel ezelőtt jóval kevesebb volt egyébként, teszem hozzá. A másik dolog, amiről beszéltünk a kijegyzett kormányülésen, egy régi nagy téma elrendezése, ez a kistelepülési polgármesterek bére, ami szintén szóba került. Itt szeretném azt elmondani, hogy a kistelepülési polgármesterek bérével kapcsolatban kialakult egy ötpárti konszenzus a parlamentben, ami ritka, mint a fehér holló, és a parlamenti pártok a kormányhoz fordultak annak érdekében, hogy a kistelepülési polgármesterek béremelését a kormány támogassa, és egy parlamenti döntés szülessen. A kormány megbízta Pintér Sándor miniszter urat azzal, aki tudomásom szerint megkezdte az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal, hogy tegyen egy javaslatot a bértábla megváltoztatására. Mi azt tartjuk igazságosnak és méltányosnak, és erre teszünk az öt parlamenti párt felé javaslatot, hogyha minden polgármester bérét megpróbáljuk emelni, ez azt jelenti, hogy a bérezési struktúrát megváltoztatjuk, és nem csak az 1500 fő alatti, hanem az 1500 fő fölötti települések polgármesteri béréhez is hozzányúlunk. Ennek az anyagi föltételét is meg fogjuk természetesen teremteni. Azok az önkormányzatok, akik nem tudják kifizetni a megemelt bért, mert olyan kis települések, azok ezt megkapják a belügyminisztériumtól, de ahol megvan az anyagi fedezet, megvan az anyagi lehetőség az adóbevételekből, ott a bérek emelését maguknak kell ellátni. Tehát az állam, a belügyminisztérium egy javaslatot tesz az öt parlamenti párt számára, hogy a polgármesterek fizetését mindenhol Magyarországon hogyan lehet rendezni. Természetes dolog, hogy a legmagasabb fizetéssel a főpolgármesternek kell rendelkeznie, ez miniszteri fizetés lesz a jövőben is, és a következő fizetési osztály a megyei jogú városok polgármesterei, illetve a kerületi polgármesterek, akiknek államtitkári fizetése lehetne, ha a képviselőtestületek így döntenek, a mostani helyettes államtitkárihoz képest, és innen kerül kialakításra százalékos rendben, hogy mennyit kereshetnek a kistelepülések polgármesterei és a nagyobb települések polgármesterei. Várhatóan kistelepülés az lesz, aki 2000 fő alatt van, tekintettel arra, hogy 2000 fő alatt nincs önálló polgármesteri hivatal, tehát a 2000 lesz a váltószám, és nem is az 1500. És arról, hogy ez hány százalék lesz, erről szeretnénk az öt párttal megegyezni. Ha van megegyezés, akkor akár jövő héten parlamenti döntés is születhet erről a kérdésről, tehát január 1-ével ez bevezethető. Amennyiben nincs megegyezés, vagy időt vesz igénybe a parlamenti tárgyalás, akkor az elfogadástól hatályosulna ez a javaslat. Államtitkár kollégáim és minisztertársaim folyamatosan számot adnak arról, hogy milyen életpálya modellek működnek, és ott milyen változások lesznek tárcájuknál. Engem is arra kért a Rogán miniszter úr, hogy adjak egy tájékoztatást arról, hogy az állami tisztviselői karnál mi történik, és itt majd megragadom az alkalmat, hogy ha van kérdés, akkor természetesen válaszolok a Erzsébet utalványok kézbesítésével kapcsolatos ötletem elbukásával kapcsolatos történetekre is. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy a minden mérés szerint, és ez a közvélemény kutatásokra is igaz egyébként, a járási hivatalok átalakítása, megerősítés és az állami tisztviselői kar létrehozása volt az egyik legsikeresebb államátszervezési projekt az elmúlt években. A bürokrácia csökkentése mellett a 260 kormányablak létrehozása 17 ezer jól fizetett járási hivatal dolgozónak a csatasorba állítása meggyőződésünk szerint az ország 197 járásba szervezésével együtt minőségi, gyors, hatékony és olcsó ügyintézést garantál, hogy mi azt mondtuk, hogy az ügyintézés legyen egyszerű, legyen gyors és legyen olcsó, ebben komoly eredményeket tudtunk elérni. 24 millió ügyet intéznek a közigazgatásban, a területi közigazgatásban az ügyfelek egy évben. Ennek 70%-ára 8 napon belül valamiféle reflexiót, választ, reményeim szerint az ügyelintézését megkapják. Természetesen a kormányinfót látva nagyon sok polgártársunk buzdul föl, és ír rendszeresen levelet. Van egy levelező partneri kör Magyarországon, aki fontosnak tartja, hogy hozzám forduljon a panaszával. Az az igazság, hogy én a hozzám írott leveleket mindegyiket el is olvasom.
ezért mindig néhány nap restanciában vagyok, és igyekszem azokat meg is válaszolni. És látom azt, hogy milyen panaszok, milyen típusú panaszok vannak a közigazgatással kapcsolatban, de én ezt egy fontos dolognak tartom. Tehát aki az előbb elmondottak cáfolatát kívánja prezentálni, azoknak a levelét és bejelentését továbbra is szívesen várom. De a dolog lényege az, hogy a járási hivatalokban csináltunk egy béremelést július 1-ével, ahová a kormányhivatalok is bekerülnek január 1-jel. 35 ezeren dolgoznak Magyarországon a területi közigazgatásban, akik intézik most már az ügyek nagy részét, ami az állam és a választópolgárok között kialakul. Azt lehet mondani, hogy egy differenciált béremelés lépett életbe júliusban és lép életbe januárban. A felsőfokú végzettségűeknél 15%, a középfokú végzettségűeknél 40%, az ügykezelőknél pedig 50%-os béremelésre került sor, és második lépésben a kormányhivatal dolgozóknál kerül erre sor. Ma egyébként a 197 járási hivatal vezetővel munkaértekezletet is tartunk. A legutóbbi találkozásunk alkalmával is szóba hoztam egy dolgot, amiben nem voltam biztos, hogy jó döntést hoztam és jót válaszoltam, és ezért most erre visszatérek még egyszer, már másodjára. Ez az orvosi leletek kérdése. Azt hiszem, hogy az Inforádió volt itt, aki ezt a kérdést föltette. Mindig speciális dolgokat kérdeznek, mert egyik alkalommal, ha jól emlékszem fejből, akkor az ügyvédi törvény módosításával kapcsolatban az ügyvédi számviteli adatok nyilvánosságával kapcsolatban volt egy kérdésük, ami most is fel van téve talán írásba, erre fogok is válaszolni, és másik kérdés az orvosi lelet kérdése volt. És én akkor is adtam egy választ, utána is adtam egy választ, és nem volt megnyugtató számomra az, amit mondtam. És sokat gondolkodtam azon, hogy mi a jó megoldás, és 3-4-szer elő is vettem a munkatársaimat a kormányzatból, hogy itt mi a valós helyzet. Ugye itt kibontakozott egy nagyon érdekes vita, és mint utána jártam, van kúriai ítélet is az orvosi lelettel kapcsolatosan, tehát alaposan próbáltam tájékozódni, és a következő lépéseket tervezem megtenni. Mivel ez egy nagyon fontos ügy, és még fontosabb ügy lehet a jövőben, az egészségtudatos gondolkodás és fölfogás terjedésével, ezért az orvosi látlelet kérdése mellett nem lehet elmenni annyival, hogy ma megvannak a szakmai sztenderdek, előírások, és egyébként ez egy rendezett kérdés, hiszen amikor a beteg megkapja az orvosi leletet, az alapvetően nem a betegnek szól, hanem a beteget vizsgálatra küldő orvosnak, és majd a házi orvos kell, hogy értékelje azt a leletet. Ugye ma az orvos szakma álláspontja az, hogy természetesen be kell tartani a törvényeket, és föl kell világosítani a beteget, de ennek az eszköze nem a lelet. A lelet az az orvos kollégának, egy másik orvosnak szól, annak érdekében, hogy a gyógyító munkát el tudja végezni. Ennek egyébként van egy szabályozása is, tehát megvannak azok a kódok, van egy nemzetközi kódjel rendszer, ami alapján a betegségek azonosítására sor kerül, leírására a leletben sor kerül. Tehát félreértés ne essék, ma szabályozott a kérdés, és a szabályozás megköti az orvosok kezét, az orvosok azt csinálják, ami az előírás számukra. Kétségtelen tény, hogy fölmerül az a kérdés, hogy a betegnek a lelet megértéséhez és megismeréséhez van-e joga. Volt olyan kúriáig eljutó bírósági per, ahol az orvos nem hívta föl élőszóval a beteg figyelmét a lelet tartalmára, ezért elmaradt egy kontroll és egy visszafordíthatatlan betegség érintette a beteget, ami miatt egyébként kártalanítást is megítélt a kúria. Tehát a leletnek, hogy oda mi van leírva, és ahhoz milyen tájékoztatás kapcsolódik, annak van jelentősége. A mai gyakorlatot én nem tartom a legideálisabb megoldásnak, ezért részben kérem Székely László biztos úr segítségét, akihez fordultam a helyzet tisztázása érdekében, hogy egy leletnek mit kell tartalmaznia, tehát mi az alapvető emberi jog, mi az alapvető betegjog, hogy mit kell tartalmazni a leletnek, de miután itt egy egészségszakmai kérdésről van szó, januárban szeretnék egy kerekasztalt szervezni, egy munkacsoportot szervezni, a Magyar Orvoskamara, az Egészségügyi Tudományos Tanács, a Betegjogi Érdekképviseletek, az Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkársága és a Miniszterelnökség munkatársainak bevonásával. Tehát bár nincs itt a kérdező, és nem tudtam én már második nekifutás után sem a legoptimálisabb, vagy a legpontosabb választ adni. Azt tudom mondani, hogy ezt a jelenlegi gyakorlatot nem hagyjuk ennyiben, megpróbáljuk szakmai konszenzussal megváltoztatni annak érdekében, hogy a beteg minél többet tudjon, minél
pontosabb döntéseket tudjon hozni, és minél több információ eljön a rendelkezésére. Most itt nem hozom ide, hogy ennek az én meglátásom szerint elsősorban azokban a társadalombiztosítási rendszerekben van jelentősége, ahol magánbiztosítási rendszer van, és ahol egy-egy döntésnek közvetlen anyagi következményei is lehetnek a kasszára, vagy adott esetben a betegre is. Az a kérdés, hogy egy betegnek mihez van joga. És nem hozom azt se ide, hogy régen voltak olyan megközelítések, hogy adott esetben a teljes valóság föltárása, vagy a minden információ átadása, az nem megkönnyíti a gyógyulást, hanem adott esetben megnehezítheti, hiszen a beteg nem rendelkezik azzal a fölkészültséggel, azzal az egészségügyi tudással, azzal az orvos képzettséggel, ami a tények és információk higgadt mérlegeléséhez szükséges. No, erre csak azért értem vissza, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, és foglalkoztunk vele elég sokat a kollégáimmal, és szeretnék korrektül válaszolni majd az Inforádiónak, tehát egy szakmai párbeszédet hirdetünk. Adótörvények. Mint ismeretes, hétfőn az adótörvények keretében hozunk döntéseket az ország jövőévi működését illetően. A társasági adó csökkentéséről fogunk dönteni, ami 400 000 vállalkozás életét fogja megkönnyíteni. Ezt azért tehetjük meg, mert megkérdőjelezhetetlen tény, és ezeket az adatokat is átnézte a kormány a kihelyezett kétnapos kormányülésen, hogy a magyar gazdaság sokat erősödött, és jelen pillanatban is erősödik. És ezért van lehetőség arra, hogy a 19%-ról 9%-ra vigyük le a társasági adót. Ez 145 milliárd forint megtakarítást fog jelenteni a vállalkozásoknál, ami meggyőződésünk szerint nagyon jelentős. Ugye fognak változni a KIVA, illetve a KATA szabályai is, ami az egyszerűbb adózás irányába reményeink szerint több vállalkozást visz el. A nagyon érdekes számot tudok ide idézni. A vállalkozások 88%-a 5 embernél kevesebbet alkalmaz, miközben a EVA-t csak a vállalkozások 27%-a használja adózási metódusnak. Tehát ebben látszik, hogy van adóbürokrácia, és hogy mekkora probléma az adózás szabályozása, az adózás, az adó befizetés szabályozása, nem az adó mértéke, hanem ahogy beszedi az állam az adót. Még egyszer mondom, 88% 5 embernél kevesebbet alkalmaz, és az egyszerűsített adózási szabályokat meg csak 27% használja. Tehát itt azt gondolom, hogy bőven van lehetőség arra, hogy segítsünk a jövőben. Mint ismeretes, annak érdekében, hogy Magyarországon megalapozott, fenntartható béremelés legyen, a kormány újabb adócsökkentést támogatott a munkaadók és a munkavállalók megegyezése értelmében. Ez egy 6 éves megállapodás, amely keretében 2017. január 1-től 5% ponttal 27-ről 22%-ra csökken a munkáltatói adó, 2018-tól további 2%-kal 22-ről 20-ra, január 1-től 2018-ban még 0,5%-kal csökkenhet, abban az esetben, hogyha a gazdasági számaink ezt lehetővé teszik és megindokolják. Ugye a magyar kormány hogyan segítheti a béremelést? Először is a magyar kormányzatnak van 1 millió alkalmazottja. Az 1 millió alkalmazottal a magyar állam a legnagyobb munkaadója Magyarországnak, és ezeken a munkaadói területeken mi béremeléseket hajtottunk végre. Pedagógusoknál, orvosoknál, nővéreknél, rendőröknél, katonáknál, köztisztviselőknél folyamatos béremelés van 2017-18-ban. Másrésztről nyilvánvaló, hogy a minimálbérrel kapcsolatos jogalkotással is döntést hoz a kormány, és befolyásolja a béreket Magyarországon. Az első olyan esztendő hosszú idők után, amikor a munkavállalók által kértnél nagyobb mértékben nő a minimálbér 2017-ben és 2018-ban. És a harmadik szempont, hogy az adópolitikán keresztül hogyan tud a béremelésben segíteni a kormány. Az egyik eszköz a jövedelemadó csökkentése, a másik eszköz pedig a munkáltatót terhelő adó csökkentés. Tehát a béremelést úgy próbáljuk segíteni a munkáltatók oldaláról, hiszen béremelést csak akkor lehet végrehajtani Magyarországon a gazdaságban, hogyha maga a gazdaság is versenyképes, akkor lesz versenyképes a bér. Ezért a munkáltatóknak is szeretnénk segíteni abban, hogy béremelés konzekvens, következetes és megalapozott legyen. Az adótörvény egyébként több olyan pontosító szabályt is tartalmaz a lakáspiaccal kapcsolatban, a TAO-val kapcsolatban, amelyek a működéshez fontosak. Az elmúlt hetekben egy parlamenti vitanap volt az Európai Uniós ügyeket illetően. A parlamentben Schmuck Erzsébet, az LMP frakció vezetőjének tavaszi
kritikája és jelzése alapján úgy döntött a kormány, hogy negyedévente beszámol az országgyűlésnek a rendelkezésre álló források felhasználását illetően. Azért nem mondom, hogy EU-s források felhasználását illetően, mert nagy vita bontakozott ki a nyugati világban és Magyarországon is, például a vitanapon arról, hogy ezek most EU-s források vagy nem EU-s források ezek a pénzek. Ugye ismertek azok az álláspontok, hogy vannak országok, Ausztria, Németország elsősorban, akik nem, hogy nettó befizetők, hanem nettó nyertesek, többet kapnak vissza a kereskedelem segítségével, mint amennyit befizetnek. Ugye a Németország által befizetett összegekből vannak támogatások, a támogatásokból a vállalkozók gépeket vásárolnak, és minden gépgyártáshoz szükséges gép az Németországban készül, tehát a pénz körbejár tulajdonképpen, és vannak számítások, mint az ismert, amelyek azt mutatják, hogy a V4 országokban a fölzárkózási alapokba betett nyugati pénzek azok hogyan forognak körbe, és hogyan mennek vissza Nyugat-Európába. Tehát nehéz azt megmondani, hogy ez kinek a pénze. Az biztos, hogy a nyugatiak keresnek rajtunk, mi pedig jól járunk ezzel a pénzzel. Tehát két dolgot tudunk biztosan, hogy mi jól járunk azokkal a pénzekből, amik Brüsszelből jönnek, a nyugatiak meg keresnek ezen, nem is keveset. Tehát ilyen szempontból mindenki jól jár ezekkel a pénzekkel. A parlamenti vitanapnak vannak tanulságai. Az ellenzéknek elfogadja a kormány azt a javaslatát, hogy legyen egy eseti bizottság a parlamentben, arra vonatkozóan, hogy a 2007 és 2013 közötti forrásfelhasználást, majd a későbbi időszak forrásfelhasználását monitorozza, és folyamatosan ott be tudjon a kormány számolni, illetve adjunk egy tájékoztatást is. Itt elmondanám, hogy megbíztunk egy nemzetközi könyvvizsgáló céget annak értékelésével, hogy 2007 és 2013 között ezek a bizonyos pénzek hogyan teljesítettek, és milyen társadalmi következményekkel jártak. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Arról is döntöttünk, hogy a pályázati rendszer egyszerűsítésével kapcsolatban kezdeményezek egy ötpárti egyeztetést, tehát az öt parlamenti párthoz fordulunk januárban, és elmondjuk, hogy mik az Európai Uniós szabályok a pénz elköltésére, és bemutatjuk, hogy milyen lehetőségek és milyen mozgástér van. És azokat a javaslatokat is komolyan vesszük, amelyek az egyes pályázati felhívásoknál az automatikus támogatási rendszerre, illetve a pályázati rendszer normativitásának az erősítésére vonatkoznak. Ez az MSZP, a Jobbik és az NMP javaslatainak a fontos elemeit jelentette, amit az előbb most itt felsoroltam. Egyébként pedig december 5-éig 6853 milliárd forintnyi pályázati fölhívás jelent meg, ez a rendelkezésre álló keret 76%-a, összesen 76.885 darab pályázat érkezett be, amiből 17.365 darabról már döntöttünk is. Még annyit tudok elmondani önöknek, hogy idén várhatóan 1600-1700 milliárd forint lesz a kifizetés, ami egy nagyon nagy eredmény ahhoz képest, hogy az előrejelzések 1000 milliárdról szóltak. Én úgy gondolom, hogy a munkatársaink az idei esztendőben is jó munkát teljesítettek. 2007 és 2013-hoz képest a pénz kifizetésének az üteme, a pályázatok meghirdetésének az üteme, és szerencsére a célja is úgy gondolom visszaigazolhatóan és dokumentálhatóan jobb, mint volt. Jövő héten még két kabinetülést tartunk, ami egész napos lesz. Ezen számos döntés születik majd az idei év költségvetési zárását illetően is. 14-én egy egésznapos kormányülés következik, utána a miniszterelnök Brüsszelbe utazik, és természetesen a kormány egész évben december 31-ig dolgozik, hiszen a költségvetési év zárása az komoly feladatokat ró mindannyiunkra, legalábbis néhány kiemelt tárcára, és a két kabinetet vezető miniszterre is. De a kormányinfóval már nem terhelnénk tovább sem az újságírókat, sem a nyilvánosságot, csak a jövő héten vennénk igénybe a türelmüket. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, miniszter úr, figyelő. Baka Zoltán vagyok, kezdjük az Erzsébet utalványjal. No. Milyen politikai mérlegelés előzte meg ezt a múlt heti kormánydöntést, ami körülbelül három napot jelent? Melyiket? Az Erzsébet utalványok kézbesítését, hogy kivigyék a kormányhivatalba. De azzal kapcsolatban melyik döntést? Az, amelyik alapján ki kellett volna vinni a kormányhivatali dolgozóknak az utalványokat. Rogán miniszter úr a kabinettiroda vezetőjeként adott egy tájékoztatást arról, hogy a nyugdíjemeléssel kapcsolatos lépések hogyan állnak, és ő elmondta, hogy a kormánynak az a feladatszabása, hogy minden magyar nyugdíjasnak ez 2.800.000 embert jelent, ebben vannak időskori nyugellátást igénybe vevőek 2.300.000-en, és van körülbelül 500.000 ember, aki nem
nyugdíjaskorú, de ilyen típusú ellátást kap. Az ő számukra lehetőség van arra, a kormány döntése alapján, hogy egy 10 000 forintos apró címletekből álló Erzsébet utalvány kerüljön kikézbesítésre. A legkézenfekvőbb megoldásnak az tűnt, és ezzel kapcsolatban voltak is már akkora egyeztetések, hogy a Magyar Postát veszi igénybe a kormányzat. A Magyar Posta természetesen vállalta volna ezt a munkát. Mint ismeretes, egy ilyen típusú küldeményt a Magyar Posta 482 forint plusz áfa összegét kézbesít. Ez elhangzott a kormányülésen, és ezen kívül az is elhangzott, hogy természetesen korán sincs arra 100%-os garancia, hogy a posta karácsonyig ezt kihordja, attól függően természetesen, hogy ez mikorra fog elkészülni, és én azt gondolom, hogy egy nyugdíjasnak pedig az is fontos, hogy mikor kapja, nem csak az, hogy hogyan kapja meg. A kormány először is értékelte általában a helyzetet, ugye azt kérdezte, hogy milyen politikai mérlegelés volt. Először is azt értékelte a kormány, hogy végre hosszú-hosszú évek után a gazdaság úgy teljesített, hogy abból a magyar nyugdíjasoknak is jut. Részben a kormány garanciát tudott vállalni nem 0,9, hanem 1,6%-os nyugdíjemelésre, ami óriási dolog. Másrésztről pedig azt tudtuk mondani, hogy a 10 000 forintos utalványjal már nem csak a nyugdíjak reál értékét őrizzük, hanem egy többletjuttatást is biztosítunk. Erre nem volt példa az elmúlt években. Ugye a legsúlyosabb pont az volt, amikor a 13. havi nyugdíjat elvették a nyugdíjasoktól. Ehhez képest az első rendkívüli pont az részben az, hogy próbáltuk megőrizni a nyugdíjak reál értékét, részben pedig az, hogy most 10 000 forintos Erzsébet utalványhoz jut a nyugdíjasok közössége. Mi ezt két alkalommal megtárgyaltuk az idősek tanácsával, ahol erről vita bontakozott ki természetesen, de az idősek tanácsa támogatta azt, hogy ez az Erzsébet utalvány eljusson minden nyugdíjashoz. Azt gondolom, hogy az, akinek 80-100 000 forint a nyugdíja, Magyarországon az átlag nyugdíja 105 000 forint egyébként, annak az életében a 10 000 forintos juttatás rendkívül sokat jelent. Egy házaspár esetén pedig a 20 000 forintos, egy nyugdíjas házaspár esetén, mondjuk karácsony előtt egy 20 000 forintos Erzsébet utalvány érdemben tud hozzájárulni ahhoz, hogy milyen lesz az évvége, hogyan telik a családdal a karácsony és az ünnepek. Nekem az volt a személyes javaslatom, hogy mint ahogy más ügyekben is egyébként, a járási hivatalokat és a kormányhivatalt felhasználta a kormány különböző állami feladatok elvégzésére, ezt a lehetőséget most is ragadjuk meg. Említhetném önöknek azt, hogy a földárveréseket hogyan bonyolította le a kormányhivatal vagy a járáshivatal. Legutóbb a járáshivatal munkatársai sárba esőbe tanyafölméréseken vettek részt, mert az volt a parlament döntése, hogy az összes magyar még létező tanyát föl kell mérni. Tehát teljesen világos az, hogy az elmúlt három esztendőben Magyarországon a területi közigazgatás az az állam legeffektívebb, legkézzelfoghatóbb és leghadrafoghatóbb végrehajtó szervezetévé vált. Ez jelent 17 000 embert a járáshivatalokban, és még 17 000 embert a megyeszékhelyekben, illetve hát a kormányhivatalokban. Ebből a fővárosban dolgoznak természetesen a legtöbben. Ezt a döntést akkor a kormány elfogadta, és ezután a döntés után, amikor én ezt bejelentettem itt a kormányinfon, illetve összehívtam a kormány megbízottakat, akik egyébként azt mondták nekem, hogy ez lényegében végrehajtható feladat, nem jelezték azt, hogy ez végrehajthatatlan feladat lenne. Ki is tűztem, hogy a járáshivatal vezetőkkel is szeretnék erről beszélni. Mint ismeretes, Boros Péterné, az ágazati szakszervezet vezetője, már a következő napon pénteken a nyilvánossághoz fordult, és több agályt fogalmazott meg. Én a hétvégén több járási hivatal vezetővel, több kormány megbízottal beszéltem. Elmondták, hogy attól függ minden, hogy mikor van kész az utalvány. Ha az utalvány a kézbesítési pont előtt, tehát karácsony előtt 3-4 nappal van kész, akkor ez egy nagyon nehéz feladat. Ha az utalványt december első napjaiban készhez lehet venni, és 3-4 hét áll a kihordásra rendelkezésre, akkor természetesen ezt meg lehet valósítani. És elmondták a kollégáim azt, hogy nyilván én is tudom és megértem, hogy elsősorban nők dolgoznak a járási hivatalokban, akik karácsony előtt adott esetben kivesznek egy vagy két nap szabadságot, vagy olyan munkaidő beosztásban akarnak dolgozni, hogy a karácsonyra fel tudjanak készülni. És akkor döntöttem úgy, hogy fogadom Boros Péternét, a szakszervezet vezetőjét, akit én meghallgattam részletesen, és elmondta nem a munkajogi érveket félreértés ne essék, hanem az életszerű érveket. A járási hivatalokban az állami tisztviselői törvény az lehetőséget ad többletmunka és túlmunka elrendelésére, tehát semmiféle jogi agály nem merült föl. Olyan emberi szempontokat fogalmazott meg a szakszervezet vezetője, amelyet akceptáltam és akceptálok. Egyébként én megkérdeztem tőle azt, hogy mit gondol, hogy erre a feladatra a járási hivatalok alkalmasak-e, azt mondta, hogy szerinte igen.
És azt is megkérdeztem, hogy ha erre van idő erre a feladatnak a végrehajtására, akkor ez megvalósítható lett volna. És természetesen az volt a jelenlévő szakszervezeti vezetőktől a válasz, hogy igen. Tehát ha nem egy hét alatt kell kiordani, hanem erre van egy hónap, akkor természetesen a járási hivatal dolgozói erre készek és képesek. Ezek az emberi szempontok újszerűek voltak önnek? Nem vették ezeket figyelembe a döntés előkészítése során, mint lehetséges kockázatot? Hát nézd, a döntés előkészítése során nem vettük ezeket figyelembe, mert a szakszervezetet a döntés után hallgattuk meg, és nem előtte valóban. Jó. A múltkori kormányinfó nagyon határozottan foglalt állást abban a kérdésben, hogy a postára a kormány nem tud nyomást gyakorolni, nem tudja befolyásolni az árképzését, ezért sem került szóba a posta akkor még. Azóta ott tartunk, hogy a kormány egy közleményben jelezte a nyilvánosság felé, hogy a postától egy olcsóbb szolgáltatást várnak, és meg is történt, ugye 20%-kal alacsonyabb díjjal fogják kézbesíteni az utalványokat. Ezek szerint mégis lehet nyomást gyakorolni a postára? Nem hiszem, hogy nyomásgyakorlásról van szó. A posta tett egy új ajánlatot, illetve elmondta második körben is az álláspontját ezzel kapcsolatban, és vállalta a kézbesítést. Ha nem a járáshivatal vezetők hordják ki, akkor nem tudja más kioldani, csak a posta. Tehát nincs más eszköz a magyar állam kezében. Még vannak rendőrök egyébként, de ezt nem javasolnám. Van 40 ezer rendőr. Vegyük számba, hogy milyen van a magyar államnak. A magyar államnak van 17 ezer járáshivatali dolgozója, van 17 ezer kormányhivatali dolgozója, van 8500 postás. Nekik sem lesz könnyű feladat, egyébként teszem hozzá. A 17 ezer mégiscsak több, mint a 8 ezer, és a munkatársaim úgy számoltak, hogy a 35 ezer járáshivatali dolgozóból 25 ezeret lehetne ebbe a munkába beleállítani, ami szerintem a postásoknak is segítség lett volna, de ez most már lényegtelen kérdés. És egyébként van 43 ezer rendőr. Lehet választani. Hogyha a magyar állam valamit kéz... Még egy lehetőség van, hogy készpénzben utalják el azt a 10 ezer forintot. Igen, erre van lehetőség, de ezt megbeszéltük az idősek tanácsán, és az volt a cél, hogy alapvetően a megélhetésben, a közvetlen megélhetési kiadásokban segítsünk, ami élelmiszert jelent. A történtek után végleg lett arról, hogy ilyen munkára vegyék rá a kormányhivatali dolgozókat? Miután ilyen típusú munkák minden nap zajlanak, csak a volumen más, ezért erről nem tudok letenni, mert még egyszer mondom, miközben félreverték egyesek a harangokat, közben vannak olyan járáshivatali dolgozók, akik térdig sárban gázolva tanyákat írtak össze, mert nem volt más, aki összeírja. A rendőr annyit segített, hogy kivitte a járáshivatal dolgozót. A államigazgatási, közigazgatási körben számolhatnak-e évvégén jutalommal? A jutalomra már számolhattak, mert 1 milliárd forint értékben kaptak a kormányhivatal dolgozói december 6-án segítséget a gyerekeik neveléséhez. 1 milliárd forintot osztottunk szét a kormányhivatali dolgozók között. Egyébként ez tavaly is megtörtént két alkalommal, és az idén második alkalommal történik meg. Ez alanyi jogú juttatás volt, egyedi jutalmazásra nem került sor, tekintettel arra, hogy egy átlagban 35-40%-os béremelés volt július 1-én. Egyelőre még nem láttam indokoltnak, hogy jutalmazásba vagy premizálásba kezdjünk. Azt láttam indokoltnak, hogy aki gyereket nevel, az húsvétkor, kiskorú gyereket nevel, az húsvétkor és Mikulás közelettével kapjon egy rendkívüli támogatást. Ez már második évben valósult meg, így most decemberben is abszolváltuk. 1 milliárd forint volt egyébként, amit a kormányhivatalok dolgozói között kiosztottunk, azok között a családok között, ahol gyerek van. És a miniszterelnökség dolgozói kapnak prémiumot vagy utalmat a jó uniós pénzlehívásokat tekintettel? Arról 3 évvel ezelőtt döntött a kormány, illetve 2 évvel ezelőtt, hogy bizonyos uniós célszámok teljesülése esetén a kormánynak azok a hivatalnokai, akik a pénzek lebonyolításában részt vesznek, azok megkapják a bónuszt. Ezek szeptemberben kifizetésre kerültek. Nem tudom, hogy van-e aktuális ebből most decemberben, de már szeptemberben fizettünk. Itt negyedéves teljesülések vannak, tehát az első fél éves eredményeket, azokat kifizettük június-júliusban, a harmadik negyedévet szeptember végén. De ezek nem karácsonyi jutalmak, vagy nem prémium, hanem az Európai Uniós kifizetések üteméhez kötött elismerés, amit egyébként a korábbi években EU-s pénzekből oldottunk meg. Itt ugye a költségvetés évvégi helyzet ezt lehetővé tenni, hatalmas döbletre van kilátás. Ott igen, én nem szoktam jutalmakat osztogatni, nem az a típusú vezető vagyok. A jövő heti kabinetüléseken döntés születhet a többlet felhasználásáról, költségvetési többlet felhasználásáról? A miniszterelnök több 100 milliárd forintról beszélünk.
Hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy mennyiről beszélünk. November végi egyenleg alapján azért látszik, hogy komoly kúszor van még a költségvetésben. Még a decembernek sincs vége. Tehát a költségvetésért felelős miniszternek kell felelősséggel nyilatkoznia az összegről. Ez az összeg még nincs meg. Tehát nincs mit osztani. Másrészt pedig a miniszterelnök asztalán ott állnak sorban olyan nagy társadalmi programok, mint határon túli magyar intézmények, iskolák, szervezetek támogatása, eldöntött egyházi támogatások, amelyeket a kormány adott esetben nem fizetett ki, nagy önkormányzati beruházások, amihez lehet támogatást biztosítani. Ezek vannak az asztalon. Béremelést, a kormány jutalmat a maradványból vagy a megtakarításból nem tervez és nem is fog megvalósítani. Csak fejlesztési célok jöhetnek szóba. Tehát ha a kormány rendelkezik majd maradvány fölött, vagy a költségvetési miniszter úgy látja, hogy van egy szám, amit az év végén a kormány el tud költeni, mert jól gazdálkodott a költségvetéssel, az csak fejlesztési célú kiadást jelenthet. Végül azt kérdezném, hogy elkészült-e a gazdasági miniszter az új devizapiaci stratégiával? Még nem tárgyalta a kormány, de még a határidő nem járt le. Köszönöm. Magyar idő. Szalai Laura vagyok. Én még szeretnék visszatérni a PISA felmérésre, hogy ön szerint akkor ki a felelős a korábbinál lényegesen rosszabb eredményekért? Ugye utalt rá, hogy nem a kormány és nem az állami intézmény fenntartó rendszer akkor. Hát miután nem az oktatási miniszter áll a katedrán és nem ül a padban, így nehéz lenne. 2004 óta romlanak az eredmények. Bevallom, hogy engem nem nyugtat meg a helyzet, és úgy láttam Balogh Zoltán miniszter úron a kormányülésen, hogy ebbe ő sem nyugszik bele, és nincs olyan kormánytag, aki ezt egy fél várándítással elintézné. 2004 óta Magyarországon a fölmérésekben látható eredmények azok rosszabbak a nemzetközi átlagnál, az OECD átlagánál, és sajnos, ami engem még jobban foglalkoztat, a közép-európai átlagnál is. Mert abban nagyon sok szám jelenik meg Magyarországról. És mindig Nyugat-Európához viszonyítanak bennünket, hogy nem értük utol Nyugat-Európát. Hát ha kinéz az ember az utcára, akkor látja, hogy nem értük utol Nyugat-Európát, ehhez sok ész, meg sok vizsgálat nem kell. Az igazi kérdés az az, hogy Közép-Európához képest hogyan állunk, tehát a velünk hasonló társadalmi helyzetben és velünk hasonló helyzetből induló országokhoz képest hogyan állunk. A PISA fölmérésnek a legnagyobb kritikája az az, hogy a lengyelek csináltak egy reformot, és látszik az eredményeken a változás, a tartalmi változás, és vannak különbségek sajnos a különböző szomszédos országok teljesítménye és Magyarország teljesítménye között is Magyarország rovására. Én azt gondolom, hogy a kulcs az a pedagógusok kezében van, és nem a kormány kezében van. Ugye két dolgot kell egyszerre látni. Miközben ez az eredmény nem lett jó, közben a magyar kormány az Európai Unió átlagánál többet költ Európai Uniós és hazai forrásból az oktatásra. Ezek szerint a pénz több, mint az uniós átlag, a teljesítmény meg alatta van az uniós átlagnak. Mit tud adni a kormány? A kormány tud adni pénzt, tud adni szabályozást, tud adni fönntartást, tud adni kereteket. Ezeket mind megadtuk. Hosszú viták után, de ezeket a vitákat ráadásul le is zártuk. Kialakult egy keretrendszer. Ennek a tartalommal való föltöltéséért nem tudja a kormány egyedül vállalni a felelősséget, hiszen nem a kormány áll a katedrán, és nem a kormány ül a padban. Ezért kell egy szakmai egyeztetést folytatni. Ebben valószínűleg még az akadémiát is bele kell vonni, hiszen meg kell nézni, hogy ahogy mi a matematikát tanítjuk, az rendben van-e. Vagy ahogy a szakképzésben a gyerekek tanulnak, az rendben van-e. Két probléma van, a tartalom és a módszertani problémák. Hát, amikor arra utaltam, hogy a digitalizációval való lefedettsége az iskoláknak 78%-os, akkor az azt jelenti, hogy van olyan iskola, ahol problémák vannak a különböző eszközöknek a használatával. És akkor csodálkozunk, hogy a gyerek papíron ki tudja tölteni a tesztet, de nem biztos, hogy számítógép előtt ezt meg tudja csinálni. Tehát nem csak a fejbeli fölkészültséggel lehet probléma, hanem a gyakorlati alkalmazással. Nem negligálni és mentegetni akarom a teljesítményt, de vannak olyan kereszttáblák, amiből az látszik, és vannak más fölmérések is, hogy az elméleti tudásban nem rosszak a gyerekek. Ugyanakkor vannak más mérések, amelyek azt mutatják, hogy a Magyarországon nincs 10%-nyi olyan gyerek, aki nemzetközi összehasonlításban kimagasló teljesítmény nyújtana. Én elolvasok minden ezzel kapcsolatos jelentést, nem csak azért, mert két iskoláskorú gyerekem van, hanem kifejezetten érdekel a téma, és azt javasoltam a miniszterelnök úrnak és a kormánynak, hogy ezzel érdemben foglalkozzunk, még akkor is, hogyha nem a kormány az, aki ezt tudja tartalmilag befolyásolni. Tehát
Az, hogy a pedagógusoknak hogyan kell tanítani, és hogy mit kell tanítani, az nem egy politikai kérdés, ez egy módszertani kérdés. Ráadásul olyan tárgyakról van szó, mint szövegértés, mint matematika, természettudomány, amelyek csak részben kapcsolódnak a társadalomtudományhoz, vagy csak kis részben, és egyébként pedig hát reáltudományok világába tartoznak, aminek a tanítási módszere vagy a tartalma még csak föl sem veti azt, hogy politikai kérdésekről van szó. Tehát nem magyar történelemből és nem magyar irodalomból vizsgáztak a gyerekek, hanem szövegértésből vizsgáztak a gyerekek, matematikából vizsgáztak a gyerekek és természettudományos fölkészültségből vizsgáztak a gyerekek. Ezek viszonylag könnyen objektivizálható, vagy a szubjektív szempontok ezekben a tárgyakban könnyebben kizárhatóak. És ezért aztán nem lehet eltekinteni attól, hogy a módszerek fölülvizsgálata, a tartalom fölülvizsgálata megtörténjen. Én ezt egy nagyon lényeges kérdésnek tartom. Nem tudom megmondani a jó választ, félreértésnesség. Nincs olyan politikus ebben az országban, aki meg tudná mondani, hogy hogyan kellene másképpen tanítani matematikát, vagy hogyan kellene úgy tanítani, hogy erősebb legyen a szövegértés eredménye. Ezt csak a szakma tudja megmondani. Csak szakértők, pedagógusok, az akadémia világa, a tudomány világa tudja megmondani, hogy milyen módszerváltásokra van szükség. Biztos, hogy a pedagógus képzésbe bele kell nyúlni. Biztos, hogy módszertani képzésekbe bele kell nyúlni. Ez biztos. És az új NAT-ban milyen változásokra lenne szükség ennek fényében? Ott a tartalomról van szó. Az a kérdés, hogy milyen tartalmi elvárásaink vannak, annak mi a mennyisége, mi a minősége. Tudja, a feleségem pedagógus, és időnként megpróbálom kinyerni belőle azt a tudást, hogy mind kellene változtatni ahhoz, hogy jobb legyen a világ már az iskolákban. Ő tanít magyar nyelvet, magyar irodalmat és tanít németet. És ő nekem mindig azt mondja, hogy a politika és a politikusok pártállástól függetlenül mindig tömik befelé az iskolákba, hogy még ezt is, még ezt is, még ezt is, még ezt is. Olyan döntés nem született, hogy mit ne tanítsanak. Senki nem mer felelősséggel arról dönteni, hogy mit ne tanuljanak a gyerekek, miközben abban teljes konszenzus van, hogy időben és tartalomban túlterhelt minden iskolába járó gyerek. De nincs olyan politikus, vagy nincs olyan szakpolitikus, aki kiállna és azt mondja, hogy holnaptól a görög irodalmat a gimnáziumban nem 3 hónapnyi tantervben, csak 3 napnyi tantervben kell tanítani. Ezen óriási vita robbannak ki, hogy vajon a klasszikus műveltség mennyiben tartozik hozzá egy gimnazista gyerek fölkészültségéhez, miközben az angol száz világban az a minőségű tudás, amit mi 3 hónapon keresztül a gimnáziumban átadunk gimnazistáknak, az egy egyetemi fakultás. És még ehhez kapcsolódóan, hogy ez a szakmai kerekasztal, ez pontosan mikor jöhet létre? Ezt Balogh miniszter úrnak kell mérlegelnie. Tehát a kezelését ennek a dolognak tartalmilag Balogh miniszter úrnak kell mérlegelnie. De mi csak egy közvetítő csapat vagyunk ebben az egészben. A kormánynak a szerepe, hogy összehozza az érintett feleket, mert politikusok nem tudnak tantervet írni, és politikusok nem tudnak matematika órát megtartani, meg nyelvtanórát megtartani, és nem tudják a teszteket sem a diákok helyett kitölteni. Egy része még ki sem tudná tölteni, de ez egy másik kérdés. Tehát az egy egészen más kategória. Másik téma, miért lépett ki Magyarország a nyílt kormányzati együttműködési szervezetből, antikorrupciós szervezetből, és ön szerint ennek lehet-e rossz üzenet? Igen, az volt a reményünk, amikor beléptünk 2012-ben, hogy ez egy olyan szervezet, ahol a tagokkal korrektül bánnak. Ez azt jelenti, hogy Magyarországgal kapcsolatban már a 2010-es években és korábban is rengeteg kritika fogalmazódott meg, több nemzetközi szervezetben is, és a magyar kormány abban a reményben lépett be ebbe a szervezetbe, hogy itt elmondhatja a saját maga olvasatát is egy állításról, egy álláspontról. Úgy látom, hogy ez a reményünk nem valósult meg, mert elkészül egy jelentés tervezet például Magyarországról, leírja a magyar kormány, hogy ehhez képest ő mit gondol, és nem egy közös szöveg születik, nem egy olyan szöveg születik, ahol föltüntetik egyébként a magyar kormány megjegyzéseit, hanem egy olyan szöveg születik, amely lesöpri a magyar államot hivatalosan képviselő magyar kormány álláspontját. Nem volt fair, nem volt méltányos és nem volt korrekt ennek a szervezetnek a kormányzó bizottsága Magyarországgal szemben. Félreértés ne essék. Nem az a probléma, hogy Magyarországot elítélő vagy a Magyarországon zajló folyamatokat megbélyegző jelentés születik, csak egy jelentés akkor korrekt, ha annak a véleményét is leírják, akiről a jelentés készül. Itt konkrétan nem kevesebb történt, mint hogy megtagadták annak a jelentés résznek az elkészítését, amely a magyar kormány hivatalos álláspontját tükrözi. Ezért aztán minek üljünk ott?
Az utolsó kérdésem pedig, hogy mit szól ahhoz, hogy a szegedi ítélőtábra életfogytiglanul 14 évre enyhítette a domaszéki taxis gyilkos ítéletét? Én azt gondolom, hogy ebben a körben, talán Zoltán nem nézze rám nagyon csúnyán, ebben a körben már többször elmondtam, hogy én a szigorú büntetési tételeknek a híve vagyok, még akkor is, hogyha a bíróság ítéletét, mint a végrehajtó hatalomtól független hatalmi ág ítéletét nekem tiszteletben kell tartanom. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne véleményem. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a büntetési tételeket azért is szigorította a kormány 2010 után, hogy nagyobb legyen a közbiztonság. És különösképpen szimbolikus ügyekben fontos lenne, hogy a társadalom azt érezze, hogy nem csak jog, hanem igazságszolgáltatás is van. Én az elsőfokú ítéletet tartottam méltányosnak, és enyhének tartom a jogerős döntést. Köszönöm. Magyar Hírlap. Pindrok Tamás, Magyar Hírlap. Lengyelországot említette a PISA felméréssel kapcsolatban. Ott 9 osztályos az általános iskola, és Magyarországon is felmerült már ez. Vannak-e tervek ezzel kapcsolatban? Például a NAD-ban szerepelhet-e? Nem fog a NAD-ban szerepelni, tudomásom szerint. A következő 3 évben csak beszélni tudunk erről, nincs realitása a megvalósításnak. A lengyel példából mit lehetne átvenni? Hát ezt meg kell vizsgáljuk. Ugye a versenyképességi jelentés, a Közszolgálati Egyetem versenyképességi jelentése is azt mutatja, hogy Magyarország versenyképessége hasonló, ha részletekbe megyünk és egy 100 oldalas tanulmányt elolvasunk, akkor hasonló, mint Szlovákia versenyképessége, kicsit elmarad Csehországtól, és mind a 3 ország nagyon elmarad Lengyelországtól. Ezért az oktatás területén, a szakképzés területén, a felsőoktatás területén, az adórendszer bürokrácia területén meggyőződésem szerint nagyon fontos, hogy a lengyel példát szövegszerűen, törvényszerűen is a törvények tartalmát megismerve megpróbáljuk elemezni. Tehát most a kormány például megteheti azt, hogy megnézi, hogy a finnek vagy a lengyelek mit csináltak annak érdekében, hogy a teljesítmény javuljon a gyerekek körében, és ezeket a modelleket megpróbálja elemezni. Vagy a litvánok, mert ott is. Így van, sőt az észteknek a versenyképessége is sokkal jobb. Másik téma a 10.000 forintos Erzsébet utalvány. No. A rokkant és korkedvezményes nyugdíjasok is megkapják ezt? Igen, mind a 2.800.000 ember, aki ilyen típusú ellátást kap. És egy harmadik téma, modern városok. Van-e már döntés arról, hogy program, modern városok program, van-e már döntés arról, hogy például az ön szülővárosába, vagy Salgótarjánba és Szegedre, mikor megy el a miniszterelnök úr? Nincs, de ezt a következő január-februárjában le kell zárni. Az is felmerül a Modern Városok programmal kapcsolatban, hogy egy kormányhatározatra várnak nagyon sokan, méghozzá földterületekkel kapcsolatban. Tehát az állam megvásárol földterületeket az ipari parkok számára, de állítólag a ingatlan tulajdonosok most kivárnak, mert nincs meg ez a kormányhatározat, tehát nem tudják, hogy mi lesz. Önkormányzat sem tud. Nem tudják, hogy hova emeljék az árat. Nem tudják, hogy mi lesz a földdel. Nem tudják, mennyit akarunk érte adni. Ez nagy szerencse, mert akkor föl fogják emelni az árat. Tehát a ipari parkok előkészítése folyamatban van, meg fognak jelenni napokon belül olyan kormánydöntések, amelyek bizonyos városokban az ipari parkhoz, ipari park fejlesztéshez most 20 milliárd forintot rendel hozzá. Az idén 52 milliárd forintot fogunk az év végére a Modern Városok program keretében kifizetni. Én összehívtam az eddig megkötött szerződéssel rendelkező 19 polgármestert, és tételesen átvizsgáltuk azt, hogy a fejlesztési minisztériumban milyen lépéseket kell tenni területátadás, átvétel, vásárlás, ipari park fejlesztés érdekében. Föl fognak gyorsulni az események. Köszönöm. Köszönöm. Origo. Kovács András, Origó. Angela Merkel kancellár arra a mostani CDU kongresszuson azt mondta, hogy az illegális bevándorlásnak útját kell állni, a CDU szigorúbb menekültügyi szabályokat fogadott el. Ennek alapján számít a kormány arra, hogy a német-magyar politikai kapcsolatok a következő időszakban javuljanak? Meglátjuk ezt, mi fog történni a jövő héten. A jövő hét ebből a szempontból döntő jelentőségű lesz, mert ugye a legális migráció és az illegális migráció nyelvileg nem ugyanazt jelenti Németországban, mint nálunk. Félreértés ne essék. Hát ők nagyon sokat tettek azért, hogy legalizálják a migrációt és megszervezzék a migrációt. A szétosztási mechanizmus, ami az ő fejükben van, szintén erről szól. Tehát egy automatikus szétosztási mechanizmust akarnak a németek a bent lévők szétosztására és a bejövők szétosztására. A magyar álláspont pedig azt mondja, hogy nem szabad beengedni senkit sem, és aki itt van, azt össze kell gyűjteni, ki kell vinni Európa határára, és ott kell az eljárásokat lefolytatni. Ez két egymással nehezen összeegyeztethető álláspont. Most a kollégáink megpróbálják ezt, de én
úgy látom, hogy a miniszterelnök úr nehéz csata előtt áll, és a másik oldalon felsorakozott nehéz tüzérségben a német csapatok is ott lesznek. Több üzemzavar és egy személyi sérüléssel járó baleset is történt a budapesti metróvonalakon. Készül-e a kormány valamilyen általános vizsgálatot indítani? Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon a területen. Ugye nagyon érzékeny témáról van szó. Nem csak azért, mert ez a fővárosnak egy fontos ügy, és bármit mond a kormány, látszik, hogy a főváros kiemelten reagál erre, és mi szeretnénk a fővárossal a viszonyt normálisnak tartani, és nem fokozni a vitát. De inkább azért fontos dolog ez, mert emberek százezre is, sőt milliós nagyságrendű utas veszi napi rendszerességgel igénybe ezeket a vonalakat. Elmondtam már itt, és még egyszer elmondom, hogy ha a főpolgármester a kormányhoz fordul, akkor a kormány kész minden segítséget megadni. Arra nézve is, hogyha a már meglévő és felújított vagy újjáépített metróvonalakon vannak üzemzavarok vagy üzembiztonsági problémák, és az M3-as metró felújításának megkezdésére is. Tudom, hogy ott láthatóan a beruházásra jelentkezők közül a legolcsóbb ajánlat is drágább, mint amennyi pénze a fővárosnak van, de a főváros úgy gondolom, hogy bármikor megteheti, hogy a miniszterelnökhöz és a kormányhoz fordul, a kormány kér segítséget nyújtani. Tehát teljesen pozitív a hozzáállásunk. Mi hiszünk abban, hogy kötött pályás közlekedés fejlesztésre van szükség annak érdekében, hogy javuljon a budapesti közlekedés. De van a kormány asztalán olyan verzió, hogy mondjuk úgy dönt a kabinet, hogy leállítja mondjuk valamelyik vonalon a közlekedést, és inkább, ahogy korábban is beszélt már róla, hogy a katasztrófavédelem segítségét kérik. Ez nem a kormány asztalán van, hanem a fővárosnak kell erről dönteni. Ennek van egy döntési rendje. Ha a főváros úgy dönt, hogy valamelyik vonal veszélyes, és leállítja a forgalmat, akkor a kormány meg fogja adni ahhoz a szükséges támogatást. Legyen szó anyagi támogatásról, legyen szó autóbuszokról, amivel a kieső metrójárat pótolható. Tehát krízishelyzet esetén a kormány helyt fog állni a budapesti közlekedés megmentése érdekében. Említette, hogy a polgármesteri fizetéseket rendezik, Igen. De nem tartanak-e attól, hogy emiatt a képviselői fizetések terén is kéne valamilyen rendezést csinálni? Mivel melyik például, képviselőkre gondol? Például Zuglóban... Ja, a helyi képviselőkre. Reménykedni, András, hogy van valami más javaslata. Például Zuglóban 3-400 ezer forintot keres egy képviselő, miközben vannak olyan kerületek Budapesten, ahol mondjuk csak 80 ezer forintot, hogy ezen a területen lesz. Ez így van, 3200 település, 3200 fajta megoldás is elvileg szóba jöhetne. Ezért a kormánynak és a törvényhozásnak csak a kereteket kell kijelölnie. A képviselőtestületek fognak konkrét döntéseket hozni. Tehát ma is úgy van kijelölve a törvény, hogy legfeljebb meghatározza a törvény, hogy egy polgármester mennyit kereshet, meghatározza a pótlékokat is. Hogy aztán a polgármester konkrétan mennyit keres, az alpolgármesterek mennyit keresnek, és a képviselőtestület mennyit keres, arról a helyi képviselőtestület gyűlésének kell, a képviselőtestületi ülésnek vagy közgyűlésnek kell döntenie. Ezt a döntést nem a kormány fogja meghozni, mi a kereteket fogjuk megteremteni arra, hogy a kistelepülési polgármesterek bére emelkedjen, és a vita lezárásra kerüljön, és lehetőleg a probléma megoldódjon. Hogy aztán ezt képviselőtestületek hogyan kezelik majd, az már nem a mi dolgunk. És végül jövőre lesz 150 éve, hogy Magyarország megkötötte Ausztriával a kiegyezést. Ennek kapcsán lesznek-e kormányzati rendezvények? Foglalkozik ezzel a üggyel a kormány? Nem foglalkoztunk még, de az Emberi Erőforrás Minisztere minden évben javaslatot tesz az évi kiemelt rendezvényekre. Ugye több emlékévben is benne vagyunk. Az 56-os, illetve 58-ig terjedő megemlékezés, az első világháború 100 éves évfordulója kapcsán a 4 éves megemlékezés, Szent László év is közeleg, Szent Márton év után vagyunk, tehát ezekről a döntésekről a kormány döntés születik, az Emberi Erőforrás Minisztériumának kell erről döntenie. Ugye ma Ausztriában egy olyan államrezon van, amely 1918-ban az osztrák-magyar monarchiát és a monarchiát megtagadta, tehát meglepődnék, hogyha onnan indulna bármiféle kezdeményezés. Köszönöm szépen. ATV. Köszönöm. András kérdésére azt mondta a miniszter úr, hogy krízis helyzetben a kormány a helyzet magaslatánál majd és minden segítséget megad a metróügyben a fővárosnak. Nincs krízis helyzet, amikor a Szent Gellért téren a 4-es metróvonalán fölszökik a víz, naponta füstöl valamelyik vonal, mondjuk a 3-as metró, evakuálni kell utasokat, koccanás van, sérültek vannak. Mikor van krízis helyzet ön szerint? Most nincs? Ezt nem a kormány dönti el. Tehát a játékszabályok alapján a 3-as metró üzemeltetője mondja ki, hogy mikor áll be olyan üzemzavar, amely veszélyezteti az utazóknak a biztonságát.
Tehát az baj lenne, hogyha a kormány oda menne és hatósági szóval ebbe beleszólna. Ez nem a kormány feladata és felelőssége. A miniszterelnök úr felajánlott a Tarlós főpolgármester úrnak, hogy ha probléma van és az üzemeltetést le kell állítani, akkor a kormány segíteni fog a metró pótlás megoldásában, akár pénzzel, akár eszközzel. Tehát a katasztrófa védelem készen áll arra, hogy a tömegközlekedés szervezésébe, illetve biztosításába besegítsen, hogy mikor éri el azt a szintet az üzemzavar, vagy hogy melyik üzemzavar milyen veszélyes, ami a beavatkozást igényli, erről a fővárosban kell az illetékes hatóságoknak meghozni a döntést. Ez nem politikai kérdés. Ez emberek életén. Az viszont úgy kormánydöntést igényel, hogy azt a különbözetet a hármas metró felújítására, igen, ami, ha jól számolok, 40 milliárd, tehát a 130-hoz, igen, Tarlós főpolgármester úr 170 milliárdról beszél, hogy önök ezt biztosítják-e? Mi egy döntést már hoztunk, hogy 137 milliárdot biztosítunk. Ennek a brüsszeli jóváhagyását megindítottuk, és elmondtam már kétszer, most elmondom harmadjára is, hogy a kormány készen áll arra, hogy segítséget nyújtson a fővárosnak a hármas metró újjáépítése érdekében. Amennyiben a rendelkezésre álló és a kormány által korábban megígért források ezt nem fedezik, akkor a miniszterelnök ajtója mindig nyitva van a főpolgármester úr előtt, várjuk a megkeresését. Tudomásom szerint folynak is ilyen egyeztetések és tárgyalások. Hát, amikor legutoljára volt egy hosszabb négy szem közti beszélgetés közöttük, akkor a kiszivárgott hírek szerint, amit Tarlós István meg is erősített, a miniszterelnök úr azt mondta neki, hogy számára a főváros irodalmi kérdés. Itt ugye az agglomerációs irodalmi kérdés. Ezt utána hetekig próbálta elemzők és újságírók hadaértelmezni. Akkor az agglomerációs közlekedésre kért volna pénzt, illetve a fővárosra, igen, Tarlós István, és nem nagyon kapott. A kérdésem, hogy most, ha 40 milliárd pluszt kérnek kezességvállalás gyanánt, megkapja-e a hármas metró felújításához? Mint ahogy mondtam háromszor, most mondom negyedjére is, nyitva áll az ajtón, készek vagyunk ennek a finanszírozásnak a föltételeiről tárgyalni, és a tárgyalás végén várhatóan megállapodás fog születni. Még egyetlen egy kérést nem utasítottunk vissza, ami a fővárosi metróvonalak felújításának támogatására vonatkozott. Amit eddig kért a főváros, azt mind teljesítettük. Természetesen nagy összegről van szó, de meg fogjuk vizsgálni, és arra fogunk törekedni minden eszközzel, hogy a pénz meglegyen. Tehát a kormány nem lehet akadálya a hármas metró felújításának. Ez a jelenlegi helyzet. Hogy a miniszterelnök úr és a főpolgármester úr négy szem közti beszélgetésein mi történik, azoknak csak azt a részét ismerem a miniszterelnöknek, ami általában rám vonatkozik, vagy rólam szól. A kormányülésről viszont azt szivárgott ki az ATV-hez. Jobban kell szigetelni. Úgy is fogalmazhatok, hogy olyan hírek jutottak el az ATV-hez, igen, hogy a kormány megadta az elvi felhatalmazást miniszterelnök úrnak arra, hogyha december 16-án Brüsszelben valóban asztalra kerül az Európai Bizottság új mechanizmus terve, ami a bevándorlók szétosztását illeti, akkor miniszterelnök úr ott vétózhat. Meg tudja erősíteni miniszter úr, hogy erre készül miniszterelnök úr? A kormány megbeszélte, hogy mi a magyar álláspont, és mi az, amitől nem térünk el. Ezt el is mondtam a legelején a mondandomnak. Igen, erre lettem ezzel volna kíváncsi, hogy ez ezt jelenti-e? Hát ezzel ellentétes más megoldás nem jöhet szóba. Tehát akkor miniszterelnök úr 16-án a szövetségeseivel, vagy akár egyedül is vétót emel? Várjuk meg. Ez ellen a terv ellen. De nem tudjuk, hogy mi lesz napirenden. Azért nem tudjuk, hogy mi lesz napirenden, mert ezekben az órákban és holnap is folynak még egyeztetések. 14-én délután többet fogok tudni mondani az akkori kormányinfón, mert egy-két nappal az Európai Tanács ülése előtt fog lezárulni az előkészítés. A jelenlegi szlovák javaslat elfogadhatatlan Magyarországnak. Köszönöm, egészségügy. Előbb úgy tűnt, hogy miniszter úr ennek a kérdésnek is az expertje. A Magyar Nemzetben jelent meg egy hír ma, pontosabban több hír, igen, is, amire szeretném a reagálását kérni. Halljuk. Úgy tűnik, hogy a kormány kommunikáció szigorít, ha hinni lehet a Magyar Nemzet hírének. Állítólag azt az utasítást kapták a kórházigazgatók, illetve minden kórházi alkalmazott, hogy a jövőben újságíróknak nem nyilatkozhatnak, csak engedéllyel, ha erre a próbálom felidézni a szervezet nevét, Állami Egészségügyi Ellátóközpont hivatalosan engedélyt ad. Miért? Erre nem tudok ennek válaszolni, én is láttam ezt a cikket, meg kell kérdeznem az Állami Egészségügyi Központnak a vezetőjét. Föltehetően azért, mert ha jól tudom,
akkor ma a magyar kórházak területén forgatni, interjút készíteni, riportot készíteni csak a kórházigazgató beleegyezésével lehet eleve, még talán bemenni is, kivéve, hogyha valaki beteg. Tehát ilyen rezsimek, illetve ilyen szabályozás minden kórházban létezik. Nem újdonságról van ebben, szó. Ebben újdonságot nem látok. Én úgy tudom, hogy a Vásárhelyi Kórházban sem lehet korlátozások nélkül fölvételeket, vagy interjúkat, vagy... Ez teljesen normális, okay. Viszont... Nyilatkozni miért nem lehet? Nem, a kérdésem arra vonatkozott, hogy eddig valószínűleg nem kellett az Állami Egészségügyi Ellátóközpont engedélyehez, hanem a kórházigazgató maga engedélyezhette, hogy az alkalmazottai mennyire állnak rendelkezésére a sajtónak. Igen, de az állam a kórház fönntartója, és nem az önkormányzat. Én nem tudom, hogy melyik önkormányzat ezt hogyan szabályozta. Korábban a kórházak működési rendjét a települési önkormányzatok képviselőtestülete hagyta jóvá. A kórházak működési rendjében volt leírva az, hogy a nyilvánosságot hogyan kell kezelni. Ugye a kórház a legszenzitívebb ebből a szempontból, egy ember egészségi állapota iránt érdeklődő újságírók, vagy a kórház állapota iránt érdeklődő újságírók nem feltétlenül közlekedhetnek szabályok nélkül a kórházban. Minden kórház házi rendje, illetve működési rendszabálya tartalmazott erre vonatkozó rendelkezéseket. Magam is jól ismerem két kórházét is, amely a választókörzetemben van, és most már nem az önkormányzatok a fönntartók, ezért nyilvánvaló, hogy a fönntartónak kell ezt jóvá hagynia. Tehát a fönntartó hozhat ilyen szabályt, az állam fönntartói jogát, az AEG gyakorolja, és ő hozhat ilyen szabályokat. Ez politikai, kormányzati, kommunikációs döntés volt, vagy az Állami Egészségügyi Központ mennyire életszerű, hogy fölébredtek egy szép reggel, és úgy gondolták, hogy na most jött el a pillanat, hogy az ő engedélyük kell ahhoz, szerintem hogy ez igazgatók nyilatkozzanak. Életszerű, két éve kellett volna már. Mint bármely nagy vállalatnál, vagy bármely üzemszerűen működő nagy egységnél, nehogy azt gondolja, hogy szabadon lehet össze-vissza beszélni. Hát itt egy szenzitív dolgokról van szó, eljárási rendekről van szó, tehát annak mindenhol van egy rendje. Ennek a háznak is van egy rendje, mint ismerjük egyébként. A kormányzatnak is van egy rendje. Én nem látok benne semmi rendkívülit, de meg fogom kérdezni Ildikó az önkérésére. Engem is érdekelt, de olyan nagyon rendkívüli dolgot nem látok benne. Én azt sem vallom, hogy ezt miért nem akkor rendezték el, amikor átvette a magyar állam a kórházakat fönntartásba. A magánpraxist folytató orvosokra is érvényes lesz ez? Nyilván nem. Tehát akkor az állami alkalmazottak engedélyhez kötötten nyilatkozhatnak, a magánpraxist folytató orvosok... A magánpraxist hogy gondolja, hogy akkor... Igen. A magánpraxist hogyan folytat egy orvos egy állami kórházban, ami állami ellátást biztosít? Nem értem a kérdését. Arra gondol, erre számos példa van. Kósa Lajos, ha jól emlékszem, éppen leutaztam hozzá Debrecenbe a 2014-es választások előtt egy interjúra, és akkor mondta, hogy kell egy olyan szabályozás, hogy az állami egészségügyi intézményi keretek között magánpraxist folytató orvosok hogyan viszonyuljanak az intézményhez. Igen. Tehát ez egy létező dolog. De hogy ha egy orvos kibérli mondjuk a kórháznak vagy a rendelőintézetnek a rendelőjét este 6 után, hogy ott a magánrendelését elvégezze, ott természetesen úgy nyilatkozik, ahogy akar. Az az ő felelőssége. Az az ő felelőssége, nyilvánvaló. Tehát az Állami Egészségügyi Ellátóközpont csak az állam javára, vagy az állami társadalombiztosítás keretei között végzett munkát tudja szabályozni. És az normális, hogy a betegek sem nyilatkozhatnak a esetükről, vagy az ügyükről, vagy hát azt hiszem, hogy velük kapcsolatban, azt hiszem, hogy ilyen szabály vagy tiltás nincs. Diagnózisról? Hát ilyen szabály biztos vagy nincsen. Vagy hogy mi történt velük a kórházban? De hát ilyen szabály nyilván nincsen. Hol olvasott ilyen szabály? Én kérdezem. Hát hogy volna normális? Hát minden ember azt nyilatkozik, amit akar a saját maga egészségéről. Rendben. Szintén a Magyar Nemzet írt egy cikket arról, hogy Magyarországon a onkológiai területen a rákbetegek diagnosztizálása olyan későn történik, hogy sokuk már nem menthető meg, és az uniós mondjuk sztenderdekkel szemben a rendelkezésre álló költségvetési forrásnak a unióban, az Európai Unió országaiban átlagosan ezen források 80%-át költik sebészeti, illetve egyéb ilyen konkrét beavatkozásra, míg nálunk ezen forrásoknak csak a 30%-át. Tehát túl későn és túl kevesek esetében jön ez a beavatkozás. Hogy ez így a finanszírozásnak ez a mondjuk úgy elosztása, ez így rendben van? Két dolgot látunk egyszerre. Most jelent meg az Európai Bizottság
jelentése egészségügyi körkép címmel, ha jól idézem fejből, de majd a kollégák kijavítanak, ha nem jól teszem, amely például a magyar egészségügy változásairól szól. 1,5%-kal növekedett a GDP belül az egészségügyre fordított kiadásoknak az aránya, és már látható például a mindennapos testnevelés, a védőoltás számnövekedés és az egészségre fordított idő és az egészségről való gondolkodásnak a hatása az Európai Bizottság és a nemzetközi szervezetek szerint. Tehát kifejezetten pozitív képet festettek le, nem a fekvőbeteg ellátásról, hozzáteszem, és nem a szakrendelőkről, hanem arról a lépéssorozatról, amit annak az érdekében hoztunk meg, hogy az ember minél tovább egészséges tudjon maradni. Most vannak természetesen világos adatok, amelyek árnyaltak, fogalmazzunk így, és óvatosan szabad velük dobálózni. Az egyik ilyen adat, hogy Magyarországon a születéskor várható élettartam az jelentősen nőtt az elmúlt 20 évben. Most ez azt jelenti, hogy nők esetében 79 év, férfiak esetében 76 év, 75-76 év, ha jól idézem fejből. Ez Nyugat-Európában nők esetében 80 fölött van, és férfiak esetében is 80 körül van. Tehát 5-6 évvel jár előttünk Nyugat-Európa, de ha azt nézzük, hogy honnan indultunk a 90-es években, akkor van változás. Ha azt az adatot nézzük meg, hogy mennyit tölthet egy európai ember egészségesen, mennyi időt, és mikor kell először orvoshoz mennie, mikor van szüksége komolyabb orvosi beavatkozásra, az 62-63 év körül jön el Nyugat-Európában, Magyarországon pedig 59 és 60 év körül. Ez nem olyan rossz adat, teszem hozzá. Ha azt nézem, hogy Magyarországon kevesebb, a lakosság arányosan kevesebb a prostatarákosok aránya, mint Nyugat-Európában, kevesebb a melldaganat aránya, mint Nyugat-Európában az összlakossághoz képest, akkor ez egy pozitív adat. Ha azt nézem, hogy Magyarországon, Európában lakosság arányosan a legtöbb a tüdődaganatos, akkor ez egy negatív adat. Ha azt nézem, hogy hányan halnak meg szív- és érrendszeri betegségben, sztrókban például, az összlakossághoz képest, és milyen életkorban, akkor ez egészen riasztó adat. Magyarországon az Európai Unión belül 24 és 64 év közötti lakosságban a legmagasabb a stroke vagy a daganatosok aránya. Tehát a 24 és 64 éves populációban a legmagasabb azoknak a száma az összlakossághoz képest, akik vagy stroke-ot kapnak, vagy daganatos betegségben szenvednek. Európai 28 országon belül. Ezek oda vezetnek, amit ön mond. Mert ugye fel fog merülni az a kérdés, és ezért a népegészségügynek óriási a jelentősége és a szűrésnek, hogy mikor veszik észre a betegséget. Mondanék még egy adatot. Az a vélelem van, 130 ezer ember hal meg körülbelül évente átlagosan Magyarországon, és van egy olyan vélelem, vannak erre kutatások, hogy körülbelül 5-10 ezer olyan ember van Magyarországon, aki hamarabb hal meg, mint ahogy az egészségi állapota ezt indokolná. Arra gondolok, hogy később jut orvoshoz, később ismerik fel a betegségét, vagy az ellátási centrumtól olyan távolságra éri mondjuk a stroke, ami kizárja azt, hogy az agyvérzés túlélje. Tehát nem mindegy, hogy az ember egy ellátási centrum közelében lesz rosszul, vagy egy ellátási centrumtól 100 kilométerre, és mondjuk csak 20 órákkal később kerül be a kórházba, és nem mindegy, hogy valakinek a daganatos betegségét mikor ismerik föl, mert a korai felismerés az egyik legnagyobb esélye arra, hogy az ember meggyógyuljon. Ezért a kormánynak óriási energiákat, a korábbinál sokkal több energiát kell fordítani a népegészségügyre, a szűrővizsgálatokra, a betegségek fölismerésére és föltárására. Ez a következő 5 év legfontosabb egészségügyi programja. Ez összefüggésben van úgy azzal, amit ön mond, hogy ugye a ipari technológiai fejlődés eredményeképpen a diagnózis lehetősége sokkal nagyobb, és a korai diagnózishoz eljuttatni egy beteget, ez volna a legfontosabb cél. Ez azon múlik, hogy milyen a házi orvosi ellátás. De valószínűleg ez pénzkérdés vagy finanszírozási kérdés is, hogy a molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra mikor kerül sor, tehát milyen fázisban onnantól kezdve, hogy egy beteg megjelenik a... Az első kérdés az, hogy egy beteg hányszor megy el a házi orvosához egy évben. Látja-e a háziorvos az összes betegét minden évben legalább egyszer? A második kérdés, hogy bizonyos szűrővizsgálatokon a beteg megjelenik-e, ha elmúlik 45 éves. Ugye világosan elmondják az orvosok, hogyha a 45 év fölötti lakosság 5 évente rendszeresen olyan vizsgálatokon esnek keresztül, ami a gyomor és béldaganatok kiszűrését szolgálja, akkor radikálisan csökkenthető lenne az ilyen típusú megbetegedések száma, mint ahogy vannak nyugat-európai országok, ami ilyen kötelező vizsgálatok hatására
már ezeket az eredményeket produkálja. Tehát az első kérdés az, hogy mikor megy el az orvoshoz, hányszor megy el az orvoshoz, és az orvos elküldi-e különböző vizsgálatokra. Házi orvosokon múlik nagyon sok, ezért emeltük föl évente 130 ezer forinttal havi összegben, tehát havi 130 ezer forinttal a juttatásukat, mert egy együttműködést szeretnénk, hogy a betegeik minél hamarabb orvos kezébe jussanak, diagnózis felállításra kerüljön. Az egy következő kérdés, hogy amikor megtaláljuk a beteget, akkor mi történik? Van-e arra forrása a magyar államnak, hogy a diagnózis után a beavatkozás bekövetkezzen? Mondok önnek egy érdekes adatot, Dél-Békésben és a Békés megyének, azt hiszem talán a keleti szélén indítottak egy programot arra nézve, hogy szűrőbuszok segítségével megvizsgálták a bőrdaganat előfordulásának a valószínűségét. Miután ez az egyik legnaposabb helye az országnak, legmagasabb a napsütéses órák száma egy évben, ezért megdöbbenve tapasztalták azt, hogy a szűrővizsgálatokon résztvevő egyébként teljesen laikus lakosság, alapvetően kis településeken, nem magasan kvalifikált, alacsony keresetű lakosság körében hihetetlenül megnőtt azoknak a betegeknek a száma, ahol fölmerült a bőrdaganat gyanúja, és utána egyébként a vizsgálatok ezt vissza is igazolták. Nagyon sok bőrdaganatos beteget találtak, nyilvánvalóan ez összefüggésben van a napsütéses órák számával, és azzal, hogy fizikai munkát végeztek, és sokat tartózkodtak kint a napon. Kérdés az, hogy utána a társadalombiztosítás, mikor előáll egy ilyen helyzet, és az átlagot meghaladó mennyiségű vizsgálatra van szükség, ezt finanszírozza, és finanszírozza. Tehát ha Magyarországon indult eddig egy szűrővizsgálat, akár szív- és érrendszeri, akár daganatos betegségeket próbáltak szűrni, akár melldaganatot próbáltak szűrőbuszokkal szűrni. Erre a különböző érdekvédő szervezeteknek rengeteg próbálkozása volt. Az egészségbiztosítási pénztár mindig helytállt. Tehát nem volt a daganat diagnózisának pénzügyi akadálya. És a sebészeti beavatkozásnak sem. Tudomásom szerint nem volt. Egy következő probléma, hogy az onkológiai szerekre mennyi pénz jut Magyarországon. A következő 20-30 év nagy dilemmája majd az lesz, hogy a különböző egészségügyi kutatások, fejlesztések eredményeképpen annyit fejlődik az onkológia, hogy vannak olyan szerek, amelyek iszonyatos áron ugyan, de érdemi segítséget tudnak nyújtani a betegség diagnózisától számított várható élettartam vagy életkilátások tekintetében. Ezt finanszírozza a magyar kassa, vagy nem finanszírozza a magyar kassa, itt óriási pénzekről beszélünk, teszem hozzá, és azt látom, hogy egyébként a magyar kassa az esetek döntő részében automatikusan, kisebb részében egyedi méltányosság alapján, de folyamatosan helytáll. Tehát Magyarország követi ezeket a trendeket, figyeli a nemzetközi vizsgálatokat. Én azt tanultam meg sajnos családi példából is, hogy a korai fölismerésnél jobb orvosság nincsen. És az a magyar érdek, az a magyar társadalmi érdek, hogy a magyar lakosság, ami egyébként Európában az egyik legbetegebb populációnak számít, az minél hamarabb jusson el a betegség fölismerése és a szűrővizsgálatok stádiumába. Nyilvánvaló, hogy a mostani legveszélyeztetettebb korosztály, ez az 55 és 65 év közöttiek, ez egy munkaerőpiaci probléma is, hogy ebből a korosztályból hányan halnak meg, és az a reményünk van, hogy például a mindennapos testnevelés, vagy az egyébként Európai Bizottság által megdícsért reformmenza hoz olyan eredményeket az életmódban, a táplálkozásban és a mozgáskultúrában, ami 10-20 év múlva az egészségügyi ellátórendszerben fogja a hatását éreztetni. Elnézést, hogy hosszabban válaszoltam, de ez az a kérdés, amit nem lehet egy mondattal megválaszolni, és nem jó egy kérdésben föltenni, hogy van elég pénz a daganatosok szűrésére, diagnózisra vagy műtétre. Természetesen van. Vannak olyan onkológia szerek, amelyek még nincsenek Magyarországon honosítva, és vannak betegek, akik nem jutnak. Hát aránytalanul kevés ember jár szűrésre, és ez nem elválasztható például attól az adattól, hogy elképesztő mennyiségű ember hal meg tüdődaganatban. Ez részben azzal függ össze, hogy 2 millió ember dohányzik Magyarországon, sajnos még mindig. Másrészt pedig nagyon későn ismerik fel ezt a típusú betegséget. Ez a helyzet. Azt miniszter úr hogyan kommentálja, hogy egy fideszes képviselőtársa, Simonka György mondjuk eltitkolta, hogy a központi nyomozóügyészség költségvetési csalás bűncselekményének gyanúja miatt nyomozást folytat ellene, illetve van még egy nyomozás, amilyet ehhez társítottak, vagy együtt kezeli ezt a nyomozóhatóság, hogy amikor csődbe ment egy agrárvállalkozása, akkor kezességet vállalt, és az új kígyósi házát gyorsan eladta a saját unokahúgának, így aztán a tartozás fedezetének elvonása címszóval is nyomoz ellene az ügyészség. Országgyűlési képviselő ellen csak akkor nyomozhat az ügyészség, hogyha a mentelmi jogát felfüggesztette az országgyűlés. Itt ismeretlen tettes
ellen folyik a nyomozás. Igen, de nagyon figyeltem, Ildikó, hogy mit kérdez, és ön két összefüggésben is azt mondta, hogy Simonka György ellen. Igen. Na de nem folyhat Simonka György ellen nyomozás, hogyha a mentelmi jogát nem függesztettük fel. Ismeretlen tettes néven fut ezekben a nyomozati tehát anyagokban. Ismeretlen tettes, született Simonka György. Erre gondol. Azért nem ismerem ezt a büntetőeljárási konstrukciót, a legfőbb ügyészség tud önnek felvilágosítást adni. Kedves miniszter úr, ezt nem konfabulálok, vagy nem konteózom. Simonka György reagált is mindenre a Facebook oldalán, és abból az derül ki, hogy ellene folynak ezek a nyomozások, és az neki volt új kígyósi háza, amit eladott az unokahúgának. Változott valószínű a mentelmi jogra vonatkozó szabályozás, nem elaludtam valamikor a parlamenti szavazásokon. Én annyit tudok önnek mondani, hogy a Fideszben van egy életvezetési szabály, amit a miniszterelnök úr mindig első pontban rögzít, mindenkinek helyt kell tudni állni magáért. Ebben a helyzetben is csak ezt tudom mondani. Az összes többi tekintetben a rendőrség, illetve az ügyészség fog önnek tudni felvilágosítást adni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az RTL Klub következik. Én már rájöttem, hogy az újságírók egyébként nagy interjúkat is készítenek a miniszter úrral. Igen, ez nagyon helyes. Ne akadályozz meg. Kormányinfón. Itt ma három is volt. Volt egy közigazgatási, egy oktatási és egy egészségügyi. Kérlek, ne akadályozz meg. Nem, csak majd a jogdíjakat ennek veszedjük szerintem. Hogy... És az időben nem tudom haladni. Parancsoljon Tamás. Én akkor most sok kis interjút készítenék a miniszter úrral. Hajrá, köszönjük a kérdéseket, megkaptuk egyébként. De az első egy visszakérdezés, hogy az Erzsébet utalványnál lesz-e miniszterelnöki levél mellette, illetve... Tudomásom szerint lesz. Lehet tudni már, hogy mi áll benne? Nem, én nem láttam még. Nagyjából az irányát, hogy mit fog mondani miniszterelnök úr a nyugdíjasoknak. Tamás, hát ezt nem pontosan tudja szerintem, vagy sejti. Hát de hát, ha a miniszter úr mégiscsak jobban nem tudom, tudja, hogy mit fog mondani a miniszterelnök, mert nem én vagyok a miniszterelnök. Én azt tudom elmondani önnek, hogy nagyon sokat dolgozott az ország, 2016 ez egy eredményes év, és az eredményből jutni kell a nyugdíjasoknak is. Ennyi a történet. Jó, normál postai ügymenetben le lesz kézbesítve, ugyanúgy, mint egy pénzkülönlemény, vagy esetleg valami különleges eljárás, illetve mikor kezdik kivinni? Ezt már a postától kell megkérdezni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy amit az ügyhöz hozzátehettem, és végre volt miről írniuk, azt magam hozzátettem. Tehát... Mikor kezdik kivinni? Mikor lesznek kész az utalmányok? Feltételezhetően a jövő héten ez elindul, tehát, illetve karácsony előtt. Az utalmányok elkészítésén múlik minden, azért ez óriási mennyiségű utalmány. Ennek jó, én legyen... is feltehettem volna a kérdést, igen, mikor lesznek kész az utalmányok? December első hetében, második hetében. Úgy gondolom 15-ig el kell indulniuk. Jó, még egy dologra visszakérdeznék, a nyílt kormányzati együttműködés, igen, szervezetéből való kilépésnél mivel indokolták, hogy a kormány nem teheti hozzá a saját megállapításait, illetve milyen hatással lehet ez a kormány megítélésére, hiszen a korrupció gyanúval ugye egyébként is többször vádolják a magyar kormányt, illetve a magyar politikai berendezkedést. Igen, rengeteg ilyen vád van, amelyek természetesen nem megalapozottak. Azt tudom ennek mondani, hogy a kormánynak nem volt meg az esélye egy korrekt együttműködése. Mi nem a megállapításokat szerettük volna átírni, mi azt szerettük volna, hogy ennek a szervezetnek a megállapításai után leírják a megállapításhoz fűzött magyar kormányzati kommentet is, és ezt megtagadták tőlünk. Milyen indokkal? Semmilyen indok nem hangzott el. Más ilyen riportok sem szokták figyelembe venni, tehát az összes emberi jogi szervezet, amikor minket most mondok egy példát a határon elkövetett állítólagos erőszakos cselekmények kapcsán, sose kérdezték meg a magyar hatóságokat, vagy ha megkérdezték, azokat a megállapításokat és kijelentéseket, amik őt tettek, sosem tartalmazza a jelentés. De csak így azt... nehéz az objektivitás körülményeit is megteremteni. Igen, csak azt akarom önnek elmondani, hogy mi nem azt, szeretném azt a képet kicsit árnyalni, ami a velünk nem túlzottan szimpatizáló sajtóban ma olvasható volt, hogy rosszat akartak írni a kormányról, ezért a kormány kilépett. Nem ezért léptünk ki. Azért léptünk ki, mert rosszat akartak írni rólunk, és nem tették oda a rosszhoz azt, ami ezzel kapcsolatban a mi álláspontunk. És mind a két fél meghallgatása, tehát hallgattassék meg a másik fél is, ehhez úgy gondolom Magyarországnak joga van, de nem akartak bennünket meghallgatni, illetve a véleményünket, összegzésünket vagy az álláspontunkat nem közölték korrektül. Ez volt a kilépésnek az oka, nem pedig az, hogy rólunk rosszat írnak, hát mindig rosszat írnak rólunk, ez félreértés ne essék, azok a szervezetek, amelyek ebből a világból jönnek, azok rosszat írnak rólunk általában. A Fideszről és a kormányról és Orbán Viktorról nem erről van szó, csak hogy most már ott tartunk, hogy arra sincs jogunk, hogy legalább három sort odaírjunk, hogy szerintünk ez nem így van.
A GKI szerint ugye kevés lesz az a az emelés, az a béremelés, amiben megállapodásra jutottak. Ugye ez a minimálbéresek együtt 7,7%, átlagosan pedig 6%, hogyha a minimálbéreseket kivesszük belőle. Miniszter úr szerint hány betöltetetlen álláshely betöltésére lesz ez elég? Mert ugye a célja az lenne, hogy az emberek ne menjenek el, hanem Magyarországon vállaljanak állást, és minél több álláshely létesülhessen. Ma 50-70 ezer üres álláshely van havi bontásban, tehát átlagosan 50-70 ezer üres álláshelyről beszélünk. Én azt gondolom, hogy már többször beszéltünk az ön jelenlétében is erről, hogy Magyarországon a magyar cégek többségének bért kell emelnie ahhoz, hogy a munkavállalóit megőrizze. A kormány segítséget nyújt ehhez azzal, hogy a munkáltatói adót csökkenti. Tehát nem csak a minimálbér emelésről kell beszélni, hanem a munkáltatói adócsökkentésről is. A minimálbér emelés együtt és a munkáltatói adócsökkentés meggyőződésem szerint egy vállalkozás számára segítség. Én ja, ezt... És ez versenyképes lesz akár a szomszédországokkal, akár a... Meg fogjuk ezt nézni, ugye abban állapodtunk meg az idősek tanácsán a nyugdíj emelésről, a gazdasági egyeztető fórumon a munkaadókkal és a munkavállalókról, hogy negyedévről negyedévre összejövünk, és megnézzük, hogy mi a helyzet, és megnézzük, hogy mi a gazdaság teljesítménye. Most is ez történt, hogy egy megállapodás született. Kész a kormány a tárgyalásra a munkaadókkal a helyzet áttekintése érdekében. Miniszter úr alkalmasnak tartja Zsiga Marcelt a Szerencsejáték ZRT kommunikációs igazgatói posztjára, őt ugye nem rég nevezték ki, azt hiszem tegnap látott napvilágot ez a hír, és ő volt az például, aki azt mondta, hogy 47 ezer forintból is meg lehet élni. Nem volt ennek a kijelentésnek túl jó vízhangja. Azon kívül több egyéb ügye is volt, most itt nem akarom részletesen felsorolni. Jó döntés volt ez a Szerencsejáték ZRT részéről. Hát ezt a Szerencsejáték ZRT-től kell megkérdezni, illetve a Szerencsejáték ZRT-t felügyelő Sesztek miniszter úrtól. És önnek mi a véleménye? Nincs arra lehetőségem, hogy a minisztertársaim kinevezési gyakorlatát azt kommenteljem, mert aztán meg baj lesz belőle. Már nem nekem lesz bajom belőle. Exim Bank, rendben van-e az, hogy magánemberek, magáncégeinek befektetéseit finanszírozza az Exim Bank most már egyre inkább rendszeresen? Ha turizmusról és exportról van szó, egyébként a turizmust az exporthoz könyveljük, akkor igen. Okay. Tasnádi Lászlóról a Magyar Idők írta meg, hogy állítólag november 30-ai hatállyal beadta a felmondását. Miniszter úrnak van-e erről információja? Nincs, én nem láttam ilyen papírt. És egyébként helyesnek tartja, hogyha Tasnádi László távozik? Nem foglalkoztam még ezzel a kérdéssel, de ha távozik, akkor majd kialakítom az álláspontom, hogy helyesnek tartom, mert nem tudok még ilyen ötletről és kezdeményezésről. Nem az előélete miatt, hanem nyugdíjazását. Az utóélete miatt? Nem a nyugdíjazása miatt. Tehát nyugdíjazását kérte. Nem láttam még olyan papírt, amiben ez bármilyen formában is manifestálódott volna. Köszönöm. Köszönöm. Blokster. Köszönöm, Csúriákos Blokster. Miniszter úr említette, hogy az Európai Bizottság a reformmenzát megdicsérte, de igen. Úgy néz ki, hogy a rezsireformot kevésbé. A bevezetőjében említette a jövő évi rezsicsökkentést. Ma látott napvilágot a bizottság honlapján, hogy az indoklással ellátott véleményét közvetette az Európai Bizottság, amely szerint, hogyha a uniós irányelvekkel a magyar energetikai szabályozás nem kerül összhangba két hónapon belül, akkor az Európai Bírósághoz fordulnak. Németh Szilárd az elmúlt napokban többször beszélt arról, hogy tulajdonképpen a rezsicsökkentést támadja Brüsszel. Ez teljes egészében így van. Magyarország megpróbált megállapodni az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy a rezsicsökkentést meg tudjuk védeni. A magyar lakosság számára 40%-kal csökkent 2012-től napjainkig a rezsi díja. Ez a gáz, áram, hulladék és vízszolgáltatás díjtételeit illetően rendkívüli csökkenés volt. Ezzel ma például gáz tekintetében a második legalacsonyabb díjat fizetik az Európai Unió polgárai közül a magyar választópolgárok, és az áramban is ott vagyunk a utolsó ötben a 28-ból. Ennek az eszköze a hatósági árszabás volt. A közép-európai országok közül több is ragaszkodik a hatósági árszabáshoz. Magyarország is fog, és készek vagyunk bíróságra is menni a rezsicsökkentés megvédése érdekében.
Ez majd a jövőben eldől. A múltban, viszont múlt héten kérdeztem ön Szijjártó Péter kijelentéséről, illetőleg felhívásáról, hogy a december 1-én ne vegyenek részt. Azt mondta akkor, hogy ez teljesen helyén való és rendben van. Én azt kérdeztem, hogy lesz ennek esetleg valamilyen politikai útélete román oldalról. Hát lett, mert Traian Băsescu, egykori román elnök, aki most szenátornak készül, egy elég kemény mondatot mondott, hogy lassan megyük tudomásul, hogy Románia a Tiszáig tart, ezt ön hogyan kommentálna? Hát a miniszterelnök úr ezzel kapcsolatban ma tett nyilatkozatot Szatmár Németiben, azt ajánlom figyelmükbe. Ugye két ország, két szomszédos ország életében az őszinte beszéd az egy nagyon fontos dolog, ahogy említette, ezért világosan meg kell mondanunk, hogy december 1-e az nekünk nem ünnep, hanem egy szomorú nap. Nincs mit ünnepelnünk, ezért álszentség és őszintétlenség lenne, ha mi ott lennénk. A volt román köztársasági elnök úram pedig a kampányban politikusokra, legalábbis néhány politikusra jellemző elfáradás tüneteinek tudom be, és a kampány izgalmának tudom be az elmondottakat. Aki már kampányol, tudja, hogy ez mekkora teherrel és feszültséggel jár. Nem hiszem, hogy ennél többről lenne szó. Köszönöm. Köszönöm, Péter. Breuer Péter, Heti TV és Breuer Press. Megpróbálom most a rövid interjút, és természetesen arra kérem a miniszter urat, hogy tegye lehetővé annak a 1,5 millió nézőnek, aki már elkezdte nézni a Heti TV-t, és határainkon túl, hisz mi vagyunk az egyetlen televízió Magyarországon, ami lekódolatlanul határon túl is 5 nyelven mond híreket Magyarországról és egyebekről, akkor a rövid interjú. Mi a válasz arra, hogy akkor kaphatunk exkluzív interjút még az ünnepek előtt? A kabinetfőnök ismeri a naptárat, én csak végrehajtom azt, amit előírnak nekem. Akkor bízunk benne, hogy a nézők nem maradnak Lázár János nélkül. De ha véletlen, akkor túl fogják élni. Akkor nem teljesítettük a küldetésünket. Na, tessék. Most mi a kérdésed, Péter? Már is sorolom, a múltkor sem fejezhettem be a kérdésemet, mert gyorsan tovább kellett adni a mikrofont. Tehát akkor ha sokat beszélünk, a múzeumok... Szigor van. Igen. A múzeumokban az Esterházy kincsek végre elkezdtek saját tulajdonosukhoz kerülni. Lesz ennek folytatása, hisz ön felel azért, hogy a múzeumok végrehajtsák végre a bírósági döntéseket, és visszakerüljenek a jogos tulajdonosokhoz a kincsek. Nem kötekedésképpen mondom, de az Esterházy kincsek alatt értett műtárgy együttes az Iparművészeti Múzeumból az állami tulajdonban lévő Esterházy Múzeumba kerül Fertődre. A kiállítás helye változik meg, és a tulajdonosi joggyakorlója változik meg, de állami tulajdonban maradnak, nem tervezzük odaadni senkinek sem, és Esterházán méltó és biztonságos körülmények között kerülnek kiállításra. Ennyi történik. Minden olyan magántulajdonban lévő műtárgy, amely ma állami múzeumban van, és a magyar állam nem tudja bizonyítani a tulajdon jogát, visszajár annak, aki a jogos tulajdonosa. Minden műtárgy. Ha már a kincseknél tartunk, igen? 2016-nak mindjárt vége, és még vannak olyan szeúzó kincsek, amik mindig nem érkeztek vissza. Ez igaz. Legalább egy része a kincseknek. A második részről vélelmünk van, hogy van ilyen. Nem tudjuk. Egy részéről azt tudjuk, hogy Angliában van egy tulajdonos, aki azt mondja magáról, hogy jövő. Majd meglátjuk, hogy vissza tudjuk-e tőle szerezni. Nehéz ügy. Sok pénzről beszélünk. 800 ezer magyar állampolgár lett honosítva. 880 ezer. 880 ezer. Van remény arra, hogy 2018-ig elérjük a 2 milliót? Nem. Illetve vannak még nagyon sokan határaink kívül olyan állampolgárok, illetve olyan harmadik vagy negyedik generációk, akik ugyan nem tudnak magyarul, de abszolút magyarnak és visszavezethető módon magyarnak érzik magukat. Végre elkezdünk-e velük foglalkozni, és adunk-e nekik lehetőséget? Igen, foglalkozunk a diaszporával, de a realitás az, hogy az 1 milliót elérjük 2018-ra. Ez a reális szám. 1 millió 2018-ban. És akkor egy utolsó kérdés a mai rövid interjúban. Az Európai Unió sokszor állítólag támadott minket, például az Erzsébet utalványt. Igen. Mi lesz ennek a jövője, hisz nagyon bevált? Hát az Erzsébet utalványjal kapcsolatos rendszerről már hoztunk egy döntést. Maga az Erzsébet utalvány marad. Annak a közvetítésében és szétosztásában új szabályok
léptek életbe, de a lakosság szempontjából az Erzsébet utalvány megmarad. A rendszer, amiben az Erzsébet utalványhoz való hozzáférést és a szépkártyához való hozzáférést biztosítottuk, az változott meg. Az Európai Unió bírósági döntéséhez hozzáigazítottuk a magyar rendszert. És akkor egy utolsó, de nem kötekedő. Én végignéztem az Esseni konferencián a kanclerasszony nyilatkozatait. Nos. És nekem úgy tűnt, mintha ő felülbírálná saját korábbi döntéseit, sőt figyelmeztette azokat a migránsokat is, akik már otthonra leltek Németországba, hogy tudomásul kell vegyék, hogy a saria és az egyéb törvényeket a német törvények felülírják, és akinek nem tetszik a rendszer, az veheti a sátorfáját és mehet. Tehát nekem úgy tűnik az ő legutóbbi nyilatkozata, illetve maga a konferencián több órát eltöltöttem ennek hallgatásával, hogy minthogyha nagy fordulat lenne, és a Willkommen véget ért volna. Ezt majd meglátjuk a jövő héten. Köszönöm. Köszönöm. Magyar Nemzet. Húter Marianna, Magyar Nemzet, több témában szeretném kérdezni. Először én is a PISA felmérés katasztrofális eredményeivel kezdeném. Ennek kapcsán az ellenzéki pártok Balogh Zoltán távozását követelték. Ön szerint kellene mennie Balogh Zoltánnak? Balogh Zoltánnak? Igen. Ne vicceljen. Tehát alkalmasnak tartja a pozíció betöltését? Nem láttam még, mikor matematika órát tart, de én úgy gondolom, hogy nem ő tartotta azt a matematika órát, és nem is ő ült a diákként, amiről tesztet kellett kitölteni. 4 éve ő az illetékes miniszter. De ne vicceljünk már ezzel. Hát nem pedagógusként állunk a munkahelyünkön, és nincsenek tanítványaink. Tehát a PISA fölmérések eredményeit nem lehet a kormánytagjai számon kérni, mert nem ők tanultak, és nem ők tanítottak. Tehát akkor az sem... Ez nem azt jelenti, hogy a tesztet minden kormánytag ki tudná tölteni, félreértés ne essék. Igen, csak hogy ez a kormány már egy új NATO-t vezetett be 13-ban, amikor például ő volt a miniszter, és nem biztos, hogy ez elválasztható például az eredményektől. Na ez az, amit meg kell beszélni szakmai fórum keretében. Hogyan tanítanak a tanárok, és mit tanulnak a diákok, és hogyan tanulnak. Ez az, amit meg kell beszélni, ezért az új NAT kapcsán folytatandó vita rendkívül fontos. De még egyszer mondom, nem a miniszterelnök vagy a kormánytagjai állnak a katedrán, és nem ők ülnek a pad mögött, és nem ők írják a teszteket. Az se baj, hogyha az illetékes miniszter olyan alapfogalmakkal nincsen tisztában a területéről, mint hogy funkcionális analfabétizmus? Mert hogy Balogh úr a miniszteri meghallgatásán rácsodálkozott, és azt mondta, hogy ha valaki valamit el tud olvasni, azt meg is érti. Na most elnézve a PISA szövegértési eredményeit, hát ez közel sincs így a valóságban. Ebből kiindulva, mi a véleménye? Ebből kiindulva az a véleményem, hogy nem méltányos, hogy ilyeneket kérnek Balogh Zoltán miniszter úron számon, mert a funkcionális analfabéta az egy szakleíró fogalom, abban az értelemben, hogy teljesen mást jelent a hétköznapi nyelvben vélelmezett tudás vagy jelentéstartalom, és mást a szakmai jelentéstartalom. Ön mégis ismeri? Nem ismerem én sem a mély tartalmát, csak meg kellett ismernem, mert amikor polgármester voltam, kellett ilyen kérdésekkel foglalkoznom. Balogh Zoltán nem volt polgármester, de én meg más kérdésekhez nem értek, illetve kevesebbet tudok róla, mint ő. Én azt gondolom, ebben nem a személyeskedés a jó megoldás, és nem a politika csinálása jó megoldás a PISA fölmérésekből, hanem az, hogyha nekiülünk, és megbeszéljük, hogy mit lehet tenni az ügy megoldása érdekében. Én ezt tartom helyes hozzáállásnak, félreértés ne essék. Az pedig, hogy a nemzetközi mérések szerint 20% funkcionális analfabéta Magyarországon, ez úgy gondolom, hogy reális. Tehát az iskolai teljesítményt nézve, a középiskolai tanárok panaszát hallgatva, hogy középiskolába úgy jutnak el gyerekek, hogy nem tudnak jól olvasni. Ez azt gondolom, hogy a magyar realitás. De hozzáteszem, Nyugat-Európában vannak ennél rosszabb számok, Amerikában meg még rosszabb számok vannak ennél. A következő téma az egészségügy lenne, a szuperkórház építése. Igen. A Magyar Nemzet írt erről a héten, hogy az ehhez szükséges 8 telekből 4 egy Fidesz közeli vállalkozó tulajdonában van. Ezért volt ez akkor szüksége arra, hogy dobogó legyen a szuperkórház helyszíne? Nem, ez volt a legoptimálisabb helyszín, és fogalma sincs, hogy kinek a tulajdonában Tamás van. Tamás László. Volt fideszes önkormányzati képviselő? Nem ismerem az urat. Tehát akkor nincs semmiféle ingatlan útja a háttérben, ezt állítja. Hogy lenne? Egy kórházat fogunk építeni horribilis pénzért, és ahhoz próbálunk egy olyan telket vásárolni, amelynek a közlekedési adottságai megfelelnek egy modern, 1000 ágyos kórház szükségleteihez. De a szakállamtitkár úr, Ronodi Szűcs államtitkár úr azt mondta, hogy a legmegfelelőbb, vagy hát mondta, hogy az Etelettér nagyon megfelelő lenne pont nem a közlekedési mondták. Adottságai miatt. Nem ezt mondták,
az egészségügyi kormányzat álláspontja az volt, hogy semmilyen telket nem kell venni, hanem a Szent Imre kórházat kell átépíteni. Ez volt az egészségügyi kormányzat álláspontja. Később mondta az eteletéri helyszínt is, mint jó megoldás, mert hogy ugye... Nem is ő volt vele megbízva, hanem van egy miniszteri biztosa az ügynek. Más téma, hogy a gyámhatósági hivatali dolgozóknak nagyon-nagyon kevés a létszáma, ezt megállapította egy ombudsmani vizsgálat. Igen. Amiben például többek között önt is megkérte, hogy vizsgálják felül a létszámokat, mert hogy főleg, hogyha gyermekvédelem erősítéséről beszélünk, akkor katasztrofális, hogy az országban 14 megyében nincsen elég gyámhivatali dolgozó. Terveznek-e valamilyen módon, akár az, hogy ezek az álláshelyek betöltésre kerüljenek, illetve létszámemelést? Igen, tervezünk. A január 1-től jön létre az egységes kormányhivatali és járáshivatali struktúra. Ezután tudok önnek válaszolni. Elképzelhető, hogy tehát a januári kormányinfón visszatérünk rá. De elképzelhető, hogy kapnak majd plusz pótlékot, vagy bármilyen? Igen, elképzelhető. Értem, és akár azt, hogy mert hogy miniszter úr még maga is említette, hogy ugye van egy 8 napos válaszadási határidő, viszont ez egy ilyen érzékeny kérdésnél, mint a gyámügy, azért itt szülhet olyanokat is, hogy nem teljesen megalapozott döntések születnek. Ez egyébként benne van a jelentésben is, hogy másodfokon nagyon sok, tehát lényegivel több döntést bírálnak felül, mint korábban. Ez érintheti? Ezt majd megnézem pontosan, én nem így tudom. A 8 nap alatt befejezett ügyek fölülvizsgálatáról nekem más információim vannak. Meg fogom nézni önnek pontosan, hogy a gyámügyi ügyintézés kapcsán a rövid idő alatt lezárt ügyeknél mennyi a fölülvizsgálati kérelem, és mi a másodfokú eljárás eredménye. Ezt megnézem, korrektül meg fogom önnek mutatni. Köszönöm. Az Erzsébet utalványok kapcsán kérdezném, hogy a miniszterelnök úr levele ugyanabban a borítékban kerül-e majd kiszállításra, mint az utalványok? Tehát, hogy akkor ennek mennyi plusz költsége lesz? Ezt ne tőlem kérdezze. Kitől kérdezze? Hát a kabinetminisztérium biztos fog válaszolni. Erre a keretszerződés áll rendelkezésre, és amint befejeződött az akció, meg fogjuk adni a kellő információkat. Nem egyedi dologról van szó, hiszen a miniszterelnök máskor is szokott, más alkalmakból, más célcsoportnak is szokott küldeni időnként levelet, a költségek is nagyjából ugyanott lesznek, meg fogják kapni a tájékoztatást erről. Akkor jelenleg még nem tudni, hogy összesen az utalványok kiszállítása és a levél kiszállítása mennyibe fog kerülni, jelenleg akkor ezt jól értem. De én alul maradtam ezzel a nézőpontommal, amit ön is képvisel, hogy ne fizessünk a postának, hogyha vannak kiváló köztisztviselőink, állami tisztviselőink, akik kiviszik ezt a pénzt. Látja, hogy mi kisebbségben vagyunk, ön és én, a magyar társadalommal kisebbségben vagyunk ezzel a hozzáállásunkkal. Én ilyet nem mondtam, de... Azt éreztem a szavaiból, hogy soknak találja ezt a pénzt, amiben ez kerül. Én csak kérdéseket teszek fel, de szívesen megbeszélem. Elnézést. Végre abban reménykedtem, hogy találkozok valakit, aki úgy gondolja, mint én. És még egy kérdés, hogy 2 hét, amikor legutóbb itt jártam, öntől kérdeztem, hogy mi a vélemény arról, hogy be kellene vezetni a kémiai kasztrációt a pedofil bűnözők esetén. Igen, és azt ígértem, hogy végig gondolom. Ez így van, igen. Igen. És azt kell még megnéznem, hogy ez Lengyelország. Igaz-e az, hogy ez Lengyelországban működik? Ezt meg kell néznem. Tehát akkor ebben... És utána fogok rá válaszolni, mert az álláspontomat befolyásolja, hogy van európai gyakorlat. Értem, és bocsánat, egy legutolsó kérdés, hogy... Ha európai gyakorlat van erre, és lehetséges, akkor nem zárom ki a lehetőséget. És egy legutolsó kérdés, még visszatérve arra, hogy a kórházigazgatók már nem nyilatkoznak. Kormány szóvívő úr említette, hogy jó is, hogy nem lehet szabadon össze-vissza beszélni, viszont hogy csak hogy életszerű példát hozzak, hogy milyen esetben nem lehetett nyilatkozni az igazgatóknak. A kolléganőm abba futott bele, hogy a Heimpál Gyermekkórház Mikulás ünnepi rendezvényéről szeretett volna nyilatkozatot kérni az igazgatótól, erre nem volt mód. Tehát, hogy ennek szellemében önök szerint nem kéne felülvizsgálni valamilyen módon ezt, vagy hogy mondjam, kivételekkel, hogy tehát, hogy ilyen abszurd módon visszautasítanak egy kérést, hogy nem lehet Mikulás ünnepségről sem interjút adni. Hát ezt majd meg kell kérdeznem az egészségügyért felelős államtitkárt és minisztert, hogy hogyan van ez leszabályozva. Jövő héten szerdán visszatérünk rá a stratégiai kabineten, meg fogom őket kérdezni, ezt ígérem önnek. De akkor ugye ez ön szerint se helyén való, hogy egy Mikulás ünnepi rendezvényről nem lehet. Nem én vagyok a szabályozó, és nem a hozzám tartozó intézményekről van szó. Én azt gondolom, hogy az államnál, az állam által fönntartott intézményekben, mai világban, amikor a kommunikáció mindenkinek fontos, hogy legyen egy rendszer arra, hogy ki hogyan
ki mikor nyilatkozhat, hogyan az egy másik kategória, ki mikor nyilatkozhat, és azt is tisztázni kell, hogy mi az a szenzitív védendő adat, mondjuk egy betegre vonatkozó adatok és információk, egy beavatkozásra vonatkozó adatok, információk, amelyek védendőek, de az intézmény is nyilván szeretne saját magáról hírt adni. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok egészségügyi intézményben történnek olyan dolgok, amelyek jó lenne, hogyha a világ számára hozzáférhetőek és megismerhetőek lennének, mert részben az egészségügyi intézmény munkájának színvonalával, eredményeivel, sikereivel, vagy az ott zajló gyógyító munka örömeivel kapcsolatos. Én ebben nem látok kockázatot, hogy ez napvilágot lásson. Köszönöm szépen. Köszönöm, próbálom felmérni, hogy hány kérdés van még. Vannak még? Igen, nekünk pedig van. Kezdjük ott hátulról. Kezdjük hátul, igen. Index, ha minden igaz. Más Index, köszönöm. Ha már ilyen ünnepi hangulat lett, és beleláthattunk egy kicsit a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban figyelős kolléga kérdésére, akkor visszatérnék még erre az Erzsébet utalványosra, hogy azt lehet-e tudni, vagy megtudhatjuk-e, hogy az első árajánlatot kikérte a postától? Kabinetirodán volt egy ilyen egyeztetés és megbeszélés, ennek a leíratát láttam. És a második árajánlatot kikérte? Azt úgy tudom, hogy a kormány miután megtárgyalta az első variációt, és miután én elmondtam a miniszterelnök úrnak a Borosnéval való találkozás után, hogy ez a megoldás nem megvalósítható, utána a kormány felhívta a postát, hogy újabb árajánlatnak a benyújtására. Tehát, hogy nem ugyanaz a két tárgyalás, nem ugyanaz a kormányzati szereplő tárgyalta. Ezt nem tudom részleteiben. Tudomásom szerint én magam kértem a hétfői napon a kiadott közlemény második részében a postát arra, hogy adjon egy új ajánlatot. Ezt tanácsolta ugyanis a szakszervezet vezetője. Ha megnézik azt a hétfői közleményt, annak az utolsó bekezdésének talán így kell kezdődnie, vagy így kellene, hogy kezdődjön. Én ezt ebbe állapodtam meg, hogy a postához fordulunk azért, hogy egy olcsóbb és gyorsabb ajánlatot tegyen. Azt hiszem, hogy ez van benne, de nézze meg és megtalálja. Jó, ezt csak azért mondtam, mert itt most ön jöhet ki jobban belőle, ezek szerint ön jobban tárgyalt a postával, mint a kabinetiroda korábban. Nem. Én jöhetek ki rosszabbul belőle, mert mint látható, nem sikerült olyan megoldást javasolnom, ami megvalósítható lett volna. A másik kérdés az sokkal egyszerűbb. Balogh Zoltán lesz Áder János utódja? Ezt majd a parlament el fogja dönteni. Először a jelölésre jogosultak, hogy kit jelölnek, és utána a parlament, hogy kit választ meg. Ön alkalmas jelöltnek tartja? Balogh Zoltán kiváló miniszter. Köszönöm. Hírtelevízió. Köszönöm szépen, Mihály Alekszandor, Hírtelevízió. PISA felméréssel kapcsolatban lenne egy rövid kérdésem. Ugye a szakmai, illetve az ellenzék részéről is sokszor elhangzik az, hogy a túlzott központosítás a jelenlegi eredmények egyik fő okozója. A közös párbeszéd, amelyet ugye Balogh Zoltán fog majd valamilyen módon kialakítani, illetőleg meghatározni a kereteit, eljuthat-e oda, hogy ez a túlzott központosítás adott esetben megváltozzon az iskola rendszerben, és az intézmények visszakapják az önállóságukat? Nagyon sok pedagógiai szakértőt hallgattam meg az elmúlt 12 esztendőben. 2003-ban kezdtem el ilyen kérdésekkel foglalkozni. 2003 és 2010 között, akit meghallgattam, hogy miért rosszak a kompetencia mérések eredményei, és miért rosszak a PISA fölmérések eredményei Magyarországon, mindegyik azt mondta azért, mert széttörezedett önkormányzati fenntartói struktúra van. Ugyanezek a szakértők 2010 óta azt mondják, hogy azért rosszak az eredmények, mert egy központi fenntartói struktúra van. Én azt gondolom, a fenntartói struktúrának ehhez semmi köze nincsen. Mint ahogy maga a jelentés leírja, hogy 80%-ban nem a pénz befolyásolja az eredményt, még akkor sem, hogyha a magyar ráfordítások jelentősen nőttek. Nem tudunk eltekinteni attól, és önök sem tudnak eltekinteni attól, hogy megkérdezzük a pedagógusoktól, hogy szerintük mi a probléma. Mert nem a Hír TV munkatársai tanítanak az iskolába, nem a miniszterek tanítanak az iskolába, nem a főosztályvezető tanít az iskolába, nem a klik igazgató tanít az iskolába, és önök sem tanulnak már ott, hanem gyerekek tanulnak ott, és tanárok. Kettejük között zajlik az a viszony, zajlik az a munka, aminek az eredményéről van egy bizonyítvány. És ez a bizonyítvány nem tetszik önöknek sem, és nem tetszik a kormánynak sem. Kell beszélnünk a pedagógusokkal, hogy ők mit gondolnak erről. Igen, még visszatérve a múlt heti kormányinfóra, ahol több költségvetési átcsoportosításról beszélt ön is, illetőleg kérdeztem én is.
Ugye egyrészt az 56-os emlékbizottságnak még 950 milliót ítéltek meg, ugye ez decemberig kell, jól tudom felhasználni, mire használják fel, van-e erről információja? Úgy tudom, hogy folyamatban lévő programok finanszírozására fogják felhasználni. Tehát nincs konkrét. És június 30-ig fogják felhasználni, és az emlékévhez kapcsolódó programokra költik. Igen, és az Exim Bank feltőkésítésével kapcsolatban volt egy kérdésem. Igen. A heti válasz információi szerint 15 milliárd forintos hitelt ad a bank a Mahar cégházat, illetve a környező épület együttest megvásárló cégcsoportnak, illetve a szálloda beruházáshoz. Ezért volt a szükség erre a feltőkésítésre, erre van információ. Ennek ehhez semmi köze nincs. Tudomásom szerint ez ennek semmi köze nincs. A sajtóból értesültem erről a tranzakcióról. A kormány tranzakció szinten nem foglalkozik az Exim Bank hitelezésével, hiszen a prudens banki szabályok ezt lényegében kizárják. Másrészt a bank vezetői felelősek azért, hogy amit hitelt adnak, az meg is térüljön. Azt azonban szeretném elmondani, hogy a turizmusra adott Exim Bankos hitelek azok exporthitelnek számítanak, mert a turizmussal kapcsolatos bevételeket az exporthoz könyvelik az államháztartás rendszerében, tehát ez teljes egészében megfelel az export finanszírozás szabályainak. A turisztikai bevételek ezekben a sorokban jelennek meg. Igen, egy más témában lenne kérdésem, a Reklámszövetség aggályosnak tartja a külterületi plakátok megadóztatásával kapcsolatban nemrég benyújtott jogszabályt, ugye, amely 2018-tól az önkormányzatok számára lehetőséget biztosítana ugye ennek a területnek a megadóztatására. Fognak-e egyeztetni a szakmával, lehet-e, lesz-e még változás ebben a javaslatban? Én nem hiszem, hogy lesz, majd az önkormányzati szövetségekkel kell egyeztetni, hiszen ez nem kötelezően kiszabott, hanem kiszabható adó lesz. Ráadásul van egy 3 éves átmeneti idő, 2020-tól él valójában az új rendszer. És akkor ez kőbe van vésve? Hát ha elfogadja a parlament, akkor igen. Az önkormányzati érdekképviseletekkel kell egyeztetni a Reklámszövetségnek. Mi egy lehetőséget nyitottunk ki. Tehát akkor önök, illetve a Nemzetgazdasági Tárca akkor nem fog egyeztetni a szakmai szervezetek a Reklámszövetség. Tudomásom szerint nem. Nem. Bocsánat, egy utolsó kérdés fogok még másnak engedni, mert 45 van, tehát azt kértük, hogy 3-4-kor végzünk, az Alfa Hírnek odaadjuk még a mikrofont, és aztán el kell mennünk sajnos. Köszönöm szépen, Balogh Gábor vagyok az Alfa Hírtől. Egy rövid kérdésem volna. Nagyváradon Tőkés László sajtótájékoztatón azt mondta, rossz állását fejezte ki, amiatt, hogy a magyar a Fidesz, mint kormánypárt, és a magyar kormány, illetve a külügyi álláspontja is az, hogy az RMDSZ-re való szavazásra biztatja az erdélyi magyarságot. Tőkés László ezt helytelenítette, azt mondta, hogy megigazulásra képtelen és korrupt párt az RMDSZ, amely nem képvisel a magyar érdeket, és ahhoz hasonlította ezt a magyar kormányzati álláspontot, mintha ő jönne el Budapestre, és mondjuk Simon Gábor vagy Szuslág János mellett kampányolna. Nyilván azért említette őket, mert ők nem csak baloldaliak, hanem korrupciós botrányokba is keveredtek. Ugye Tőkés László a Fidesznek régi szövetségese, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Lehetséges-e, hogy a kormány átgondolja az álláspontját a püspök úr véleménye nyomán, vagy ez kőbe van vésve? A határon túli magyar politikának a realitásokhoz kell igazodnia mindig, és az a realitás, hogy ma egy olyan politikai erőnek van esélye arra, hogy parlamentben és önkormányzati szinten valós politikai lehetőséget kínáljon a román politikai életben, ez pedig az RMDSZ. Ez a valóság. Ez lehet, hogy nem tetszik, és nem értünk vele egyet, és föl tudnánk százokat sorolni, ami ez ellen szól, de a valóság az, hogy ma nem a között választhatunk, hogy van 3-4 olyan potenciális magyar politikai erő, aki parlamenti képviseletre képes és alkalmas, és közülük kell kiválasztanunk a jobbat, hanem van egy, aminél mindig az a kérdés, hogy bejut a parlamentbe, vagy nem jut be a parlamentbe. Tehát a magyar kormánynak tudomásul kell vennie a reálpolitikai helyzetet Romániában, illetve az erdélyi területeken ez a helyzet. Ez reálpolitikai döntés alapvetően, és nem érzelmi döntés, és a nemzetstratégia igényli, hogy reálpolitikai döntéseket hozunk, és szembenézzünk a valósággal. És nem tartanak attól, hogy az erdélyi magyar közvéleményben ez rossz hallást fog kiváltani? Ugye Kövér László most elment Erdély szert egy körutat tartani erről, és még az MTI tájékoztatása szerint is elég komoly ellenérzéseket keltett több fórumon is a hallgatóságban Székelyföldön. Igen, ez kétségtelen tény, csak azt kell lássák, hogy az RMDSZ elképzelései és a az összmagyarság érdekei között több dolog van, amiben egyetértünk, mint amiben nem. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiben vagyunk a Kárpát-medencében, Erdélyben is, a Párciumban is,
ott az összefogásra kell helyezni a hangsúlyt, és nem a széthúzásra. Ha széthúzunk, akkor eltűnünk. Ez a végső dilemma. Ez nem hatalmazza fel az RMDS-t, hogy a rábízott javakat szétlopja, félreértés ne essék. Mert a felelősség innentől kezdve az RMDS vállán sokkal nagyobb, mint eddig volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, jövő héten folytatjuk. Viszontlátásra. Minden jót, viszontlátásra.